Többek között a közlekedési múzeum foglalkozik jelvényekkel is. A közlekedéstudományi egyesület is. Mindenki mozog. 32 ezer kilométer országos és 170 ezer kilométer önkormányzati közúton több mint 4 millió 700 ezer gépjármű közlekedik. Közforgalmú közlekedési eszközön, vonaton, buszon, villamoson, trolin, metrón, híven pedig 2,7 milliárd utas utazik, és összesen 312 millió tonna árut szállítunk különböző járműveken. Hogy sikeresek lehessünk, fel kell ismernünk. Egymásra vagyunk utalva. Hogy biztonságosan eljussunk úti célunkhoz, együtt kell működnünk. Erről szól a Közlekedési Kultúra Napjának felhívása. A Közlekedési Kultúra Napja 2015 óta a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek és a közlekedésben dolgozók ünnepnapja. Az évnek ezen a napján a közlekedés ügye iránt elhivatott szervezetek különböző rendezvényekkel, aktivitásokkal, közösségi közlekedési hangos bemondásokkal ráirányítják a figyelmet a közlekedés szépségére, sokszínűségére, a toleráns, egymásra odafigyelő közlekedési magatartás fontosságára a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés terén egyaránt. A Közlekedési Kultúra Napja minden évben különféle pályázatok meghirdetésével hívja fel a figyelmet. Idén 8 pályázatot indítottunk. A környezettudatosság nagyon fontos a közlekedésben is, hiszen folyamatosan keresnünk kell az egyre fenntarthatóbb megoldásokat a klímasemlegesség elérése érdekében. A technológiai újítások mellett új szemléletre is szükségünk van, ezért a Közlekedési Kultúra Napja keretein belül arra biztatjuk a közlekedőket, hogy lehetőségeik szerint részesítsék előnyben a környezetbarát közlekedési módokat, a gyaloglást, a kerékpározást, a közösségi közlekedést és az elektromos járművek használatát. A Közlekedési Kultúra Napja méltó alkalom arra is, hogy megköszönjük mindazok áldozatos munkáját, helytállását, akik járvány idején is mozgásban tartják az országot. Köszönet azoknak, akik a közlekedésben, a közlekedésért dolgoznak. Útkarbantartók, útkezelők, a vasúti pálya fenntartói, fuvarozók, a közösségi közlekedés üzemeltetői és fenntartói, a kikötők és repterek működtetői. 2021-ben a járványügyi korlátozásokhoz és a veszélyhelyzethez igazodva meghatározóan az online térben rendezzük meg a Közlekedési Kultúra Napját. Idei mottónk: a biztonsági az elsőbség. Tarts velünk, légy a partnerünk! Kísért figyelemmel a Közlekedési Kultúra Napja pályázatait és aktivitásait 2021-ben is. Legyen minden nap a kultúrált, biztonságos közlekedés napja. Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, a Közlekedés Tudományi Egyesület megbízásából. A Közlekedési Kultúra Napja 2021. A Közlekedés Tudományi Egyesület rendezvényén vagyunk. Ez a rendezvény 7 éves múltra tekint vissza, 2015-ben rendeztük először, és akkor rögtön úgy döntöttünk, hogy a május 11-i nap általánosan és minden évben ez a nap legyen. Tavaly is sikerült megrendeznünk a rendezvényt a viszontagságok ellenére, úgy tűnik idén is. Ez maga a nyitó rendezvény. Itt most mi a Budapesti és Pest megyei kamara TV stúdiójában vagyunk, jó magam Bősze Sándor, aki a mai napot moderálni fogom. Maga ez a gondolat, hogy a Közlekedési Kultúra Napja legyen, és köztünk legyen, és minden évben velünk legyen, ez nagyon fontos, hiszen azok a hívó szavak, amik a közlekedésben feltétlen fontosak és időszerűek, a partnerség, az, hogy egymás szemébe nézünk-e vezetés közben, és ott döntjük el abban a pillanatnyi szituációban, hogy mit teszünk. A tisztelet egymás iránt, tehát függetlenül a vezetői tudástól, függetlenül az életkortól, egymással együttműködünk. Az egymásra figyelés képessége, hogy figyelünk azokra a közlekedőkre, akiknél esetleg nincs is jármű, nincs is motor, és úgy döntjük el, hogy hogy engedjük el egymást, ezek a legfontosabb értékek, és ennek már tulajdonképpen csak következménye, hogy biztonságosan tudunk-e közlekedni. Meghívott vendégeink egytől egyig elfogadták a meghívást, itt lesznek jelen a délelőtt folyamán, és ezúton kérem meg dr. Fónagy Jánost, a KTE elnökét, egyesületünk elnökét, a miniszterelnöki kormányiroda parlamenti államtitkárát, hogy nyissa meg a rendezvényt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Közlekedéstudományi Egyesület, mint a Közlekedési Kultúra Napja 2021 országos esemény főszervezője nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az idei online nyitó rendezvényünkön. Külön köszöntöm dr. Szigeti Szabolcs urat, az ENSZ Egészségügyi Világszervezet Magyarországi Irodájának képviselőjét, Sebastian Berz urat, Közlekedéstudományi Egyesületek Európai Platformjának főtitkárát, dr. Mosóci László urat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát, Révész Máriusz urat, az Aktív Magyarországért program kormánybiztosát, Kassai Ferenc urat, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökét, mai házigazdánkat. A felsorolt urak itthonról és külföldről bekapcsolódnak online rendezvényünkre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2015 óta minden évben megrendezzük, minden év május 11-én a Közlekedési Kultúra Napját, mint országos eseményt. Évről évről beszámolunk egymásnak arról, hogy a kezdeményezés folyamatosan növekszik, gyarapodik a csatlakozó partnerek száma. Évről évre több embert és új generációkat érünk el azzal az üzenettel, miszerint a közlekedés a kultúránk része. Az emberiség évezredes vágya kitérni a tér és az idő szűk keretei közül, a Lóháton, Szekéren többnapos utakat ma kerékpáron, motorkerékpáron, személygépkocsiba ülve, vagy autóbuson utazva pár perc, pár óra alatt megjárjuk, nagysebességű vonatokon átszágulnunk országokon, óceánjárók szelik át a tengereket, repülővel kontinensen belül és kontinensek között közlekedünk. Közlekedés terén tehát az emberi tudásnak, innovációnak köszönhetően álmaink többsége megvalósult. A kérdés az, a közlekedés fejlődésével párhuzamosan fejlődött-e közlekedési kultúránk. A Közlekedési Kultúra Napja hagyománnyal vált rendezvény, kampány és eseménysorozat keretében a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra ügye iránt elhivatott partnerszervezetekkel, közlekedési szaktárca támogatásával, különböző rendezvényekkel, aktivitásokkal, a közösségi közlekedés hangos bemondásokkal van rá mód, hogy ráirányítsuk a közfigyelmet a közlekedés szépségére, sokszínűségére, infrastruktúrájára, technikai vívmányaira, biztonságtudatos, egymásra odafigyelő közlekedési magatartás fontosságára a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés területén egyaránt. Arany János szerint kettős úton halad az emberi lét, az egyik a gyakorlat, a másik az elmélet. A földgolyó, mint egy élő organizmus, mindig változik, és ezekre a változásokra az emberiségnek reagálnia kell. Ilyen kihívás volt 2020-ban, az emberi szemmel nem látható, korábban fel nem ismert vírus, amely a 20-as, 21-es években világjárványt okozott, és elvette tőlünk, elveszi tőlünk szeretteinket, embertársainkat, az utazásokat, kirándulásokat, a személyes találkozások élményét, a közlekedés szabadságának örömét. A bezártság ugyanakkor sok olyan alapvető értékre hívta fel újra a figyelmünket, amelyeket természetesnek vettünk, ilyen például a közlekedés is. Rossz érzés, ha nem közlekedhetünk, rossz érzés, ha nem utazhatunk. Mit tehetünk, mit tanulhatunk, mire figyeljünk közlekedőként, az elmúlt több mint egy év nehézségeiből, bezártságából a közlekedés területén. Csak példaként a higiénia betartására a közösségi, közös és egyéni közlekedésben. A nyugodtabb, kevésbé idegesítő utazás jobb érzésére. A kerékpár használat, vagy uram bocsa, a gyaloglás lehetőségére. Hazánk gyönyörű tájainak, kiránduló helyeinek megismerésére. És nem utolsó sorban a szolgáltatók, a közlekedés, a víz, az elektromos áram, a posta munkájának még nagyobb megbecsülésére,
az útkezelők, a vasútüzemeltetői, a közösségi közlekedési szolgáltatók, a járművezetők, a fuvarozók, a taxisok, a mentősök a világjárvány idején is rendelkezésre álltak és állnak, mozgásba tartották és tartják az országot, minden nap kitéve magukat közvetlen veszélynek. Az idei évben a közlekedési kultúránk értékei témakörében 8 pályázatot írtunk ki. Büszkeség, hogy a világjárvány idején is 87 szervezet több mint 110 rendezvénnyel a járványügyi intézkedéseket figyelembe vevő aktivitással csatlakozott a kezdeményezéshez. Az idei évben a járványügyi helyzethez igazodóan elsősorban online téren zajlanak az események, úgy, ahogy most én is szólok önökhöz. A közlekedési kultúra napja üzenetéhez kapcsolódóan a személyes jelenlétet is lehetővé tevő rendezvények terveink szerint szeptemberben a Biztonság Hete rendezvénysorozat keretébe kerülnek megtartásra. Hölgyeim és uraim, mindig és mindenhol a biztonsági az elsőbség. Ez az idei év motója is, hiszen ezt az üzenetet nem tudjuk, nem lehet eléggé hangsúlyozni. A múlt hónapban Újfehértónál tragikus közlekedési baleset történt, egy traktor a vasúti átjáró fényező készülékénél tilos jelzés ellenére a sinekre hajtott, és ott két vonattal is ütközött. A figyelmetlenül a vasúti sinekre hajtó életét nem lehetett megmenteni. Az egyik mozdony és három vasúti kocsi kisoklott, utasai megsérültek, a vasúti pályában felső vezetékben közel 100 millió forintos kár keletkezett, a helyreállítás idején a vasúton közlekedő tízezrek a térségben átszállásra, pótlóbuszos utazásra kényszerültek. Egy súlyos közlekedési baleset minden közlekedőnek, különösen a közlekedési szakembereknek a figyelmét, a közlekedési kultúra napja ezek elkerülése érdekében megfogalmazott üzeneteire irányítják. Melyek ezek? Hozzásegítenek a biztonságtudatos közlekedéshez, ne kövessünk el életveszélyes hibákat, ne halljon meg évente mintegy 600 ember Magyarország útjain közúti balesetben. Az üzenetek hozzásegíthetnek a környezettudatos közlekedési mód választásával a klímaváltozás mérsékléséhez, megállításához. Hozzá ez az a nap, amikor meg tudjuk köszönni annak a több tízezer embernek a munkáját, akik a nap 24 órájában az év 365 napján biztosítják, hogy rendelkezésünkre állnak a vonatok, az autóbuszok, a személygépkocsik, a hajók, a repülők, az utak, a hidak, a kikötők és a repülőterek. A közlekedési kultúra napja segít elfogadni, megérteni közlekedő társainkat, hogy ne idegesebben, stresszesebben hagyjuk el a közösségi közlekedési eszközt, szálljunk ki az autónkból, vagy szálljunk le a kerékpárról, vagy dühösen érkezünk gyalogosan úti célunkhoz, vagy dühösebben érkezünk úti célunkhoz, mint ahogy elindultunk. A tanulás, a képzés hozzásegít a felismeréshez, hogy ami kultúrád, az biztonságos is, uton, sinen, vizen, levegőben egyaránt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2020-ban 70. születésnapját ünneplő Közlekedéstudományi Egyesület alapszabálya szerint az Egyesület politikamentes civil szervezetként elősegíti közlekedéstudomány elméleti és gyakorlati működését, eredményeinek népszerűsítését, a közlekedésbiztonság növelését, a közlekedési kultúra fejlesztését. Közlekedéstudományi Egyesület nem tétlenkedett a világjárvány idején sem. 2020. novemberében az ENSZ Egészségügyi Világszervezet Magyarország irodájával és a közösségi közlekedési vállalatok együttműködésével prevenciós plakátkampányt indítottunk az influenza és a COVID-19 járvány megelőzés érdekében, melynek keretében több ezer helyre került ki plakát a közösségi közlekedési járművekre, utasforgalmi terekre, elérve ezzel az üzenettel több millió embert. A járvány elleni védekezés szabályainak betartásával online konferenciákra kapcsolattartásra tértünk át, hogy továbbítani tudjuk a közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb tudományos eredményeket, híreket,
a közlekedés szakmagyak, a közlekedési szakma gyakorlóinak, a közlekedés szerető és művelő embereknek. E tevékenységünk kimagasló rendezvénye évről évre a közlekedési kultúra napja. Amikor valaki gyalog, kerékpárral, motorral, autóval, vonattal, hajóval, repülőgéppel közlekedik, vagy motorcsónakot, sárkányrepülőt vezet, vagy ha a közterületen sportol, ezt többnyire nem egyedül teszi, ezért alapvető kötelessége, hogy emberként mindezt kultúráltan, biztonságtudatosan, környezettudatosan, embertársaira figyelemmel tegye. Közlekedj bárhol a földgolyón, ez a közlekedési kultúra napjának globális üzenete. Az ENSZ 2010. május 11-én indította útjára a cselekvések évtizede a közúti közlekedés biztonságáért programját. Azt tapasztalta, hogy évről évre 1.300.000 ember hal meg közúti közlekedési balesetben. 2011. május 11-én a földgolyó 5 földrészén indultak el különböző közlekedésbiztonsági rendezvények, így ez tekinthető az emberiség első globális közlekedésbiztonsági összefogásnak. Mi magyarok kezdeményezzük, hogy a hazai tapasztalatokra alapozva minden év május 11-e legyen a közlekedési kultúra világnapja, amely egyrészt emléket állít az emberiség első közúti közlekedésbiztonsági globális összefogásának, másrészt ráirányítja a figyelmet a közlekedés fontosságára, szépségére, az emberi társadalmi létbe betöltött nélkülözhetetlen szerepére, uton, sinen, vizen, levegőben egyaránt. A közlekedési kultúra világnapjának magyar javaslatáról egyeztettünk Bogyai Katalinnal, Magyarország ENSZ nagykövetével is, aki a kezdeményezés figyelemre méltónak és értékesnek tartotta. Tisztelt hallgatóim, tisztelt hölgyeim és uraim! A biztonságos közlekedéshez, a közlekedési kultúrán, a kultúrált közlekedéshez, a közlekedés iránti érdeklődésén, a közlekedés szeretetén keresztül vezet az út. Ehhez kívánunk útravalót adni a mai nyitó rendezvényünkön, a közlekedési szaktárca partner szervezetünk üzenetével. A közlekedési kultúra napja május 11 című országos esemény aktivitásaival. Gratulálunk a közlekedési kultúránk értékei pályázatok nyerteseinek, köszönjük minden partnerünknek, akik korábban és most is hírét viszik, segítik munkánkat. Tegyük ezt együtt továbbra is, újabb és újabb generációkat megtanítva arra, hogy a közlekedésünk a kultúránk része, és közös felelősségünk a biztonságos közlekedés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, közlekedési kultúra napja online rendezvényt megnyitom. Vigyázzanak magukra! Köszönjük a megnyitót, elnök úr! Közlekedési Kultúra Napja 2021 rendezvényén vagyunk, a Közlekedés Tudományi Egyesület rendezésében. Nagyon fontos bejelentést hallottunk, amit eddig magunkban dédelgettünk, az most hivatalosan is elhangzott. Tehát nem ezen rendezvény hazai megtartásában és szinten tartásában gondolkodunk, hanem abban, hogy az európai léptéket, sőt világléptéket kapjon a következő években. Ez a feladatunk. Köszönjük még egyszer tehát a megnyitót. Hárman fogják köszönteni a mai rendezvényt. Elsőként dr. Szigeti Szabolcs, az ENSZ WHO egészségügyi világszervezetének magyarországi képviselője. 1948 óta létezik ugye ez a WHO, közel 200 országban jelen van, tehát egy valós, igazi világszervezet. Ha néhány évvel ezelőtt megkérdeztünk volna az utca emberét, lehet, hogy voltak olyanok, akik ezt a három betűt nem ismerik. Ma Magyarországon nem hiszem, hogy van ilyen ember, hiszen ennek a szervezetnek a kulcs szerepe a járvány idején mindenki számára világossá vált, így nagyon kíváncsian várjuk azokat a gondolatokat, amiket ön a köszöntőjében meg fog fogalmazni.
Szépen köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, kedves hallgatóság! Engedjék meg, hogy a WHO képviselőjeként köszöntsem Önöket a közlekedési kultúra napja alkalmából. A világjárványok kialakulása és terjedése kapcsán az emberiség már sok évszázada megtapasztalta, hogy a közlekedés és az egészség ügye összekapcsolódik. Így volt ez Magyarországon már az 1830-as évek elején is, amikor a nagy kolera járvány első hulláma ugyan több év alatt, de megérkezett Indiából, Oroszországon keresztül a Magyar Királyság területére, a kereskedelmi útvonalakon, a közlekedés útján. Tudjuk, hogy a reformkorom nagyai közül egyesek, például az ifjú Kossuth Lajos személyesen kolerabiztosként is tevékenykedtek ezekben az években. Történetesen a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István színrelépése is ezekre az évekre esik, akinek a vezetésével a magyar közlekedés rohamos léptékben kezd fejlődni. A COVID-19 világjárvány is gyorsan demonstrálta a járvány és a közlekedés szoros kapcsolatát, hiszen a vírus néhány hét alatt már több kontinensen is elterjedt Kínából a repülőjáratok útján. A közlekedési technológia mindennapi és tömeges használata, illetve a felgyorsult közlekedési tempó természetszerűleg jár együtt mind a járványügyi, mind a közlekedés biztonsági kockázatok növekedésével. Mindkettő csökkentéséhez a felelős emberi magatartás kialakítására, azaz a kulturális hozzáállásunk megváltoztatására van szükség. A jelenlegi járvány jól mutatja azt is, hogy az egészségipari termékek, mint például a vakcinák, segédeszközök és gyógyszerek rendkívül gyors megjelenése sem pótolhatják a megfelelő emberi viselkedést és szociális hozzáállást. Nagyon sokat tanulhatunk most a járvány magyarországi kezelése kapcsán abból, hogy a jogi szabályozás és a kommunikáció együttesen miképpen befolyásolhatja hazánkban kockázatunkat és viselkedésünket hatásosan. Ezért is volt példaértékű. Ezért is volt példaértékű a már hivatkozott kampány az Egészségügyi Világszervezet és a Közlekedés Tudományi Egyesület együttműködésében prevenciós céllal, amely a helyes távolságtartó magatartás példáit közvetítette a magyar lakosság részére különböző közlekedési eszközökön. A kampány során egész pontosan 1696 közlekedési eszközön több mint 5 millió elérést regisztráltunk. Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az ENSZ idei közlekedésbiztonsági tematikus rendezvényére, amely visszatérően két évenként kerül megrendezésére a WHO együttműködésével. Idén május 17-e és 23-a között kerül megrendezésre a tematikus hét, amelynek fókuszában a városi sebesség csökkentése lesz. Egész pontosan a lakóövezetekben történő sebesség visszafogásra szeretnénk felhívni a figyelmet. Magyarország esetében talán érdemes inkább az elfogadott szabályok betartatását a középpontba helyezni. Az ENSZ legfrissebb tematikus akcióterve 2030-ra 50%-kal javasolja csökkenteni a halálozást és a súlyos balesetek jelenlegi számát. Az akciótervet elküldték a tagállamoknak, amelyhez természetesen a civil szervezetek észrevételét is szívesen várjuk. Meggyőződésünk, hogy a közlekedés biztonság ügyét tudatosan kell kitágítanunk a közlekedési kultúra irányába. Azt kellene elérnünk, hogy a közlekedésben résztvevők szem előtt tartsák, hogy a közlekedési eszközök nem csak a saját egyéni érdeküket, hanem az egyéni magatartásunk szolgálják, hanem az egyéni magatartásunk szoros összefüggésben van mások egészségével, a környezet állapotával és az egészségügyi rendszer terhelő ráfordításokkal. A WHO részéről szeretném megköszönni a Közlekedés Tudományi Egyesülettel való sok éves kiváló együttműködést.
Biztosítatom önöket, hogy a WHO továbbra is kiemelt partner kíván maradni a közlekedési kultúra és a közlekedés biztonság javítása ügyében, illetve a közlekedési kultúra napjának nemzetközi elismertetésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük az ENSZ képviselőjének a köszöntőjét, és most a világ léptékből az európai léptékre váltunk, és itt van velünk Sebastian Belz úr Németországból, aki az EPTS főtitkára. Ez az EPTS rövidítés nem más, mint az Európai Tudományos Szervezeteknek a platformja, 25 országot egyesít. Magyarország régóta tagja ennek a 20 éves szervezetnek. Főeseménye a nagy éves konferenciája. Legutóbb 2017-ben látogatott el Magyarországra ez a konferencia. Mi kaptuk meg a lehetőséget, hogy rendezzük. Előtte már kétszer rendeztük ezt a konferenciát. Ez a 25 ország, ezt úgy kell elképzeljük, hogy Európa északi részétől, Lengyelországtól Görögországig tart, és sok-sok olyan tudományos szervezet vesz benne részt, mint például nálunk a Közlekedéstudományi Egyesület. Tehát szólítom köszöntőre Sebastian Belz urat, az EPTS főtitkárát, aki a tolmácsolásban segít, dr. Heinzinger Mária, az Egyesületünk főtitkár helyettese. So, can you hear me? Ismered is. Jól létrehoztuk a kapcsolatot. Eddig is megvolt, de most úgy néz ki, hogy teljesen megvan. És akkor kérnénk tehát Németországból Sebastian Belz hangját, és Mária, téged pedig a tolmácsolásra. Tietek a szó. Okay. Dear Dr. Van Agy, dear honorable speakers, dear organizers and dear ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to have the opportunity of giving you some words of greeting from the side of the European Platform of Transport Sciences today. It would have been even a greater pleasure to attend this year's Day of Transport Culture in Budapest personally again, but let's take things as they are. 2021 is another year dominated by the pandemic, and thus this virtual way of meeting is obviously the best way to stay connected. Tisztelt Fónagy úr, tisztelt Kassai úr, dr. Moslóci államtitkár úr, a doktorokat elnézést, hogyha lehagytam az elején, tisztelt Révész Máriusz bíró úr és Tóth úr, mindenkit szeretettel köszöntök, aki pillanatnyilag részt vesz ebben a megbeszélésben, a konferencián. Köszöntöm a szervezőket, és mindenkit, aki jelen van. Számomra nagyon nagy öröm, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy pár szóval köszönhetem önöket az EPTS nevében. Még nagyobb öröm lett volna, hogyha személyesen tudok ott lenni ezen a találkozón Budapesten, de a tényeket el kell fogadnunk, 2021 egy másfajta év, sajnos még mindig a pandémia dominál, és így aztán a legbiztonságosabb ez a virtuális módja a találkozásnak. The European Platform of Transport Sciences is a pan-European association where people from all European nations related to the field of transport sciences collaborate together, exchanging knowledge and scientific results
to face the challenges of transport and mobility in a unifying Europe. We're working together since 2001 and with member associations in 18 different European countries, representing more than 30,000 individuals, we have established a frequent and fluent network to set up the sustainable transport architecture of the future. And as you can see, the network does what it is intended to, it works. Az EPTS egy olyan pan-európai szervezet, közösség, ahol a közlekedés tudományokkal foglalkozók minden európai országban, bárhol is legyenek ők, együttműködnek, kicserélik tapasztalataikat, tudományos eredményeiket, hogy mindenképpen közösen tudjanak szembenézni a jövő mobilitási kihívásaival az Egyesült Európában. 2001 óta dolgozunk együtt a tag egyesületekkel, 18 különböző európai országban, amely több mint 30 ezer egyéni szemét ér el, és sikerült egy olyan folyamatos és állandó kapcsolatot létesítenünk, együttműködést, amely a fenntartható közlekedés szerkezetének kialakításán dolgozik, és a jövőt építi. És ahogy látjuk, hála Istennek, a hálózat teszi, amit kell neki, vagyis működik. The goals of the European platform are based on the principles of neutrality and objectivity and cover all transport modes and all scientific professions in all European countries. So the EPTS contribution to this deep and really long-lasting development is regarded as highly important by Brussels officials as well as in the national parliaments. Ennek az európai platformnak a céljai a semlegesség, illetve az objektivitásra épülnek, és minden olyan közlekedési módot magában foglal, és minden olyan tudományos szakmát, amely az országainkban, tagországainkban jelen van. Az EPTS hozzájárulása ez a fejlődéshez, amely tényleg egy hosszú távú és mélyen értelmezendő fejlődés, nagyra becsült a brüsszeli körökben, brüsszeli hivataloknál és a nemzeti parlamenteknél is. And from the beginning, KTE is the Hungarian member of EPTS and one of our largest partners. We have had the privilege to hold our annual European Transport Congress in Budapest for 3 times, the last time in 2017. Furthermore, our organization for young transport scientists, the YFE, was founded in the same place on a Danube boat back in 2002. So thank you for more than 20 years of splendid partner and deep friendship. A KTE a kezdetektől tagja az EPTS-nek, méghozzá az egyik legnagyobb és legsúlyosabb partnere. Az örömünkre szolgált az, hogy ahogy ezt Bőszer Sándor úr is említette, az európai közlekedési konferenciáink közül már 3-at sikerült Budapesten megrendezni, a legutóbb 2017-ben. Továbbá Magyarországhoz, Budapesthez kapcsolódik a Fiatal Közlekedési Tudósok Egyesületének a megalapítása, ez a YFE, amely egy dunai hajózáshoz kapcsolódik, ahol is 2002-ben ez a szervezet megalakult. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy 20 éve együttműködünk, egy nagyon jó együttműködés keretében, és a közben kialakult mély barátságokért is köszönetet mondok. Ladies and gentlemen, transport culture is a European must. As soon as we leave our flat or our house, we interact with other people. They are walking, cycling, driving, or just standing on the same grounds as we do. We all use the same infrastructure, or more commonly said, the same earth to fulfill our needs. But how to share this surrounding, how to coordinate the multiple, often differing, and sometimes even conflicting interests of all these people? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt egybegyűltek,
Azt szeretném kijelenteni, és azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, hogy a közlekedési kultúra egy európai követelmény, szükségesség. Ugyanis abban a pillanatban, ha elhagyjuk a lakásunkat, a házunkat, kapcsolatba kerülünk a többi emberrel, többi közlekedővel, akik vagy sétálnak, vagy kerékpároznak, vagy autót vezetnek, vagy éppen egy megállóban állnak. Mindannyian ugyanazt az infrastruktúrát használjuk, de ha általánosabban értelmezzük, akkor ez az infrastruktúra, ez maga a föld, és ezt használjuk arra, hogy az igényeinket kielégítsük. A kérdés az, hogyan tudjuk legkedvezőbb módon megosztani ezt a környezetet. Hogyan hangolhatjuk úgy össze ezeket a sokszor különböző, néha konfliktusban lévő érdekeket egymással, hogy az emberek mégiscsak a mobilitású igényüket kielégíthessék. And of course, we need technically solid infrastructure that supports this coordination. And of course, we need also appropriate laws and their precise execution to protect us from offenses and crimes. But in a more sophisticated sense, living and acting together in a common space needs a much deeper, a much more integrated approach. It is truly a question of behavior, of social competence, and of transport culture. Természetesen mindehhez, hogy ezeket az igényeket kielégítsük, egy jól megépített, jól működő infrastruktúrára van szükségünk, amely támogatja ezt a fajta együttműködést. És természetesen szükségünk van arra is, hogy megfelelő törvényekkel szabályozzuk, és azok végrehajtása is megfelelő módon történjen, hogy védeni tudjuk magunkat bármilyen támadástól, vagy bűn eseményektől. De egy tágabb értelemben az együttélés ebben a közös térben igazából egy mélyebb és egy integráltabb megközelítést igényel. Ami igazából nem más, mint a viselkedésnek, a szociális kompetenciának, a közlekedési kultúrának a kérdése. Today we are the most mobile society in history. And though the pandemic forces us to a little pause right now, mobility is something very attractive and desirable. I'm quite convinced that we will return to further develop our practiced mobility as soon as circumstances will let us. Az a társadalom, amiben most élünk, elmondhatjuk, hogy a történelem legmobilabb társadalma. És annak ellenére, hogy a pandémia arra kényszerített bennünket, hogy kicsit megálljunk, lelassuljunk, a mobilitás továbbra is nagyon vonzó és egy kívánatos dolog maradt, és nagyon meg vagyok győződve arról, hogy amint a lehetőségek ezt engedik, vissza fogunk térni a korábban már megkezdett mobilitási gyakorlatok fejlesztéséhez. For me the main question is, how to keep all these positive aspects of mobility, free and seamless travel, without barriers, obstacles, or without borders, while at the same time to protect us against the negative outcomes? How to build a sustainable transport system in realita? Simple answer for me, transport culture must be the integrating key. A legfontosabb kérdés számomra, hogy hogyan tudjuk fenntartani ezeket a mobilitáshoz kapcsolódó pozitív elemeket, olyan, mint a szabad, akadálymentes utazás, ahol nincsenek határok, nincsenek fennakadások, és mindezzel megvédjük magunkat, megvédve magunkat a negatív eredőktől. Mert ugye az is lehet, hogy ezek a pozitív elemek néha negatív hatással járnak. Hogyan tudjuk kiépíteni úgy a fenntartható közlekedésünket a valóságban, a realitásban, hogy az megfeleljen ezeknek az elvárásoknak? Az egyszerű válasz az, hogy a közlekedési kultúrának kell lenni ennek az integráló elemnek. Just one thought to explain. I'm currently a little bit curious about the need of social distancing during the pandemic. Actually,
I'm not curious about the concept of keeping distance to avoid the virus spreading at all. But what I am curious about is the wording. Social distancing implies that everything that goes with social, like social behavior, social habits, or social caring, is something that should be kept to a distance, that should be avoided as much as possible. Tulajdonképpen az a megfigyelésem, és az a félelmem is egy kicsit, hogy talán mindenki által ismert ez a kifejezés, hogy social distancing, vagyis a társadalmi távolságtartás a pandémia ideje alatt. Ami nekem egy kicsit gondot okoz, hogy ez a fajta távolságtartás, amely természetesen szükséges ahhoz, hogy a vírus negatív hatásait és az elburjánzását megakadályozzuk. De vajon jó-e a szóválasztás, ez a bizonyos social distancing, tehát a társadalmi távolságtartás? Ugyanis ebből az következik, hogy minden, ami szociális, ami társadalmi, mint például a szociális viselkedés, a szokások, szociális társadalmi szokások, vagy az odafigyelés, ezek mind olyanok, amelyek összekapcsolódnak a távolságtartással, vagyis oda vezetnek, hogy ezeket egyre inkább elkerüljük. And yes, I personally observe that these little words, social distance, lead people to some odd conclusions. People at the bus stop are not helping those asking for access anymore. The elderly person waits for long until somebody comes to assist at the zebra crossing. It is hardly possible to observe one giving first aid to another one injured. Unfortunately, physical distancing would have been much more precise to describe what is needed. Social distancing, sooner or later, leads to antisocial behavior, either by insecurity, by misinterpretation, or by blunt carelessness. És igen, személyesen sajnos azt figyeltem meg, hogy ez a két kis szó, hogy social distance, tehát társadalmi távolság, érdekes következtetéseket alakít ki az emberek fejében. Az emberek, akik állnak a buszmegállóban, már nem annyira hajlamosak arra, hogy segítsenek egymásnak, ha arra szükség van. Az idősebbek tovább állnak a zebránál, senki nem megy oda hozzájuk, hogy átsegítse őket. És tulajdonképpen még olyant is nagyon ritkán láttam az utóbbi időben, hogy baleset vagy sérülés esetén valaki elsősegélyt nyújt a másiknak. Sajnos a társadalmi távolságtartás egy fizikai távolságtartás lenne jó, ha ezt helyettesíteni. Tehát ez a társadalmi szó, ezt ki kéne váltani a fizikai távolságtartással, mert egyébként sajnos egyre inkább tapasztaljuk ezt az antiszociális viselkedést, vagy azért, mert az ember biztonságban szeretné tudni magát, vagy azért, mert rosszul értelmezi, vagy egyszerűen azért, mert figyelmetlen a többiekkel. And that is the reason why today's day of transport culture is of such outstanding importance. Before the action comes the word, and before the word comes the thought. We need a higher sensitivity for our thoughts, because they are the origin of our whole culture. És ez a oka annak, hogy a közlekedési kultúra napja egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen azt tudjuk, hogy a cselekvés előtt vannak a szavak előtt vannak a gondolatok. És itt van az a pont, amikor el kell mondanunk, hogy olyan mélyebb gondolkodásra, gondolatokra van szükség, amelyek elvezetnek a kultúra, közlekedési kultúra kialakulásához. To draw people's attention to transport safety issues, to tolerant behavior, and last but not least to the beauty of transport and the environment, starts in the people's minds. To treat everybody every time like you wish to be treated yourself is a universal, non-negotiable common value. Az, hogy az emberek figyelmét egyre inkább
a közlekedés biztonsága irányába kell fordítani, és hogy egy toleráns viselkedést ki kell alakítani, és nem utolsó sorban, hogy felhívjuk a figyelmet továbbra is az utazás a közlekedés szépségeire, és ezzelhez kapcsolódó környezet szépségeire. Azt hiszem, hogy ez ott kezdődik, hogy mit gondolunk erről az egészről, tehát a fejekben. És az a gondolat, ami véleményem szerint vitathatatlan, az az, hogy mindenkit úgy kell kezelni, ahogyan azt szeretném, hogy engem kezel, vagy velem bánjanak az emberek a környezetem. Ez egy általános és vitathatatlan alapérték. This year's Day of Transport Culture, especially under the pandemic conditions, will serve as an even stronger commitment to this value for the Hungarian people as well as from everybody from abroad. Thus, the EPTS goal is to raise the Day of Transport Culture to the international level. I wish you all a splendid day and a safe and sensitive travel at all times. Köszönöm szépen! Ezért van aztán, hogy az ezévi közlekedési kultúra napja különösen a pandémiás körülmények között egy még fontosabb üzenettel kell, hogy szolgáljon a magyar emberek számára, de nem csak az ő számukra, hanem azok külföldiek számára is, akik bekapcsolódnak, és akik reméljük hamarosan szintén ennek az akciónak a részesei lesznek. A legnagyobb célja egyébként az EPTS-nek is, hogy a közlekedési kultúra napját mielőbb nemzetközi, vagy esetleg világszintre emeljük. Ezúton szeretnék mindenkinek biztonságos és egymásra odafigyelő utazást, közlekedést kívánni minden időben. Köszönöm szépen! Kezdtünk tanulni életünk során. Most egy új nyelv köszönt mindannyiunkra, és ebben az előző köszöntőben nagyon súlyponti szerepet kapott ez a szociális távolságtartás szó. Ma ez uralja a társadalmat, Európa társadalmát mindenfelé. Fontos lesz közösen megtanulnunk azt, hogy hogyan tudunk ebből újra nyitni, hogyan tudunk ebből azokat az értékeket jól kiválasztani, amire szükségünk van, és ha kell a fizikai távolságot továbbra is megtartva, egy új nyelven, új módon kommunikálni egymással, akár jobban, mint annak előtt, tehát nem a régihez térünk vissza. Nagyon köszönjük Sebastian és Mária, hogy a köszöntőt elmondtátok, és nagyon fontos volt tanulnunk ebből az európai gondolkodásból. Végül a köszöntők sorát Kassai Ferenc úr, elnök, a Budapesti és Pest megyei kamara elnöke zárja. A kamarával való kapcsolataink a Közlekedéstudományi Egyesületnek hosszú-hosszú múltra tekintenek vissza. Például ennek egy jó példája mai nap is, hiszen a kamara rendelkezésünkre bocsátotta ezt a professzionális stúdiót, ahonnan ma dolgozunk. Ezúton is köszönjük ezt a lehetőséget. Kassai Ferenc videóüzenetben köszönti a közlekedési kultúra napját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Napjaink egyik legékenyebb kérdése a biztonság. A problémakörnek számos összetevője van, amelyek a közösség egyéni életét döntő mértékben befolyásolja. Ezek közé tartozik a közlekedés biztonsága is. Erre sohasem lehet elég figyelmet fordítani. A közlekedés biztonsága olyan közös feladat, amelyre a társadalom és a gazdasági élet minden szereplőjének, az irányító hatóságoknak, civil szervezeteknek és egyéneknek egyaránt oda kell figyelnie, ehhez a maga eszközeivel mindenkinek hozzá kell járulnia. Ez csak akkor érhető el, ha sikerül felébreszteni a társadalomban, a helyi közösségekben, a helyi döntéshozókban is a biztonságos közlekedés iránti igényt.
nem csak a nagyvárosok és városok lakosságára vonatkozik ez, hanem azoknak a kisebb településeknek a lakóira is, ahol nem, vagy csak nagyon ritkán történnek személysérüléses balesetek, és még nincs meg a biztonsági komfortérzet közötti közlekedésben. Ebből a felismerésből született meg a kezdeményezésünk 2015 évben, hogy a jövőben legyen a közlekedési kultúrának is világnapja. Élhető városokhoz és településekhez hozzátartozik a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra színvonalának az emelése, ennek mindennapi rutinná kell válnia már az óvodáskortól. Az alapvető cél a települések közötti közlekedési helyzetének javítása, balesetek számának csökkentése. A forgalom nagysága és a közlekedés sebessége rohamosabban nő, az emberi leleményesség, a mérnöki tudás jól kamatozik a közlekedési utak építésében, és törekszik a biztonságra. De szemléleti megújulásra is szükség van a közlekedők védelme érdekében. Vagyis a közlekedés biztonság és a közlekedési kultúra minősége mindnyájunkért van. Erről szólt az április 29-én megrendelt online konferencia, amelynek mottoja volt, ami kultúrált, az biztonságos. A hagyományteremtő céllal megrendezett közlekedési kultúra napja című esemény célkitűzéseit számos szakmai partner támogatja, minisztériumok, területi kamarák, tudományos intézetek és civil szervezetek. Óriási előrelépést jelentene a közlekedés biztonság szempontjából, ha több figyelem övezné az egész világon a közlekedés kultúráját, hiszen közlekedés nélkül nincs élet, nincs emberi érintkezés, a rossz közlekedési morálnak viszont életek esnek áldozatul. A közlekedés értelme éppen az, hogy működőképes világot teremtsen, hasznosítsa az emberi tapasztalatokat, az embert szolgálja. Tanulni, tapasztalni, a tanulságos példákat követni sohasem késő. Köszönöm szíves figyelmüket! Köszönjük Kassai Ferenc elnök úr megnyugtató szavait. Az ő személyisége rám mindig abszolút nyugtató hatással van, és azokat a fontos gondolatokat, amit a köszöntőben elmondtál, Ferenc. Ezzel bezárjuk a köszöntők sorát. Ez a Közlekedési Kultúra Napja 2021 nyitó rendezvénye, és most néhány olyan előadást fogunk hallani állami vezetőktől, amik mindannyiunk számára fontos útmutatások lesznek. Elsőként Sanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár előadását hallgatjuk meg videóüzenetben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Közlekedési Kultúra Napja minden májusban arra emlékeztet bennünket, hogy figyeljünk oda egymásra, és működjünk együtt annak érdekében, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Azt kell mondanom, hogy jó úton haladunk, tavaly ugyanis az 1950-es évek óta először csökkent 500 alá a hazai közutakon elhunytak száma. Ez mindenképpen jelentős eredmény, viszont ebben a mutatóban mindössze egyetlen jó szívvel vállalható cél létezik. Azon kell dolgoznunk, hogy egyetlen embert se veszítsünk el közúti balesetekben. Éppen ezért ez a jeles nap évről évre arra a felelősségre emlékeztet bennünket, amellyel más közlekedőkkel szemben életünk, egészségünk és idegrendszerünk épsége érdekében viseltetnünk érdemes. A szemléletformáló eseménysorozat keretében idén is kihirdetjük többek között az év körforgalma pályázat eredményét. A Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Közlekedéstudományi Egyesület közlekedésbiztonsági tagozata szervezésében megvalósult kiírásban a szakmai munkacsoport 10 körforgalmat jelölt, közülük közönség szavazással választották ki a győztest. Örömmel jelentem be, hogy a leadott szavazatok felét kapta, és így 2021-ben az év körforgalma lett a 83-as és a 834-es főutak csomópontjában lévő Pápai körforgalom, amelynek a közepén 2019 óta egy MiG-21-es repülőgép áll, és komoly turisztikai látványosságnak számít. A győztes körforgalomban egy emléktáblát helyeznek majd el a tervezőknek, üzemeltetőknek és Pápaváros lakóinak, ezúton is szívből gratulálok.
A kormány elkötelezett az úthálózat fejlesztése mellett. Az egyik fő célkitűzésünk, hogy bármelyik hazai településről 30 percen belül elérhető legyen egy 4-sávos útszakasz. 5 éve ez az elvárás a települések fele, a lakosok közel 3/4 esetében teljesült. 2025-re pedig a hazai települések 3/4-ére 10-ből 9 magyar emberre lesz igaz, hogy fél órás közelségben lesz egy 4-sávos úthoz. A közúti közlekedés fejlesztési terveket a 2016-ban elindított, jelenleg összesen 3600 milliárd forintos keretösszegű útprogram összegzi. E hatalmas mennyiség nagyobbik felét a magyar emberek munkájának köszönhetően képesek vagyunk a hazai költségvetésből fedezni. Célunk, hogy az évtized közepére Magyarország gyorsforgalmi törzshálózata megközelítse a végleges kiépítés szintjét. 2025-re minden megyei jogú városba és 11 határállomásig gyorsforgalmi utakon autózhatunk majd. Az autópályákon, autóutakon nem csak gyorsabb és kényelmesebb, hanem biztonságosabb is a közlekedés. A gyors ütemű hálózatfejlesztés eredményei tehát a tovább javuló baleseti statisztikákban is megmutatkozhatnak majd. 2018 óta szervezzük a Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódóan a Közlekedéstudományi Egyesülettel együtt az évkörforgalma pályázatot. Ez azért is fontos, mert a közlekedési kultúrához a közlekedés biztonság is hozzátartozik. Az 1990-es évek elejétől épültek körforgalmak Magyarországon, amik egy sokkal kulturáltabb és sokkal biztonságosabb közlekedést jelentettek a csomópontokban. Ezeknek a fejlődése azóta óriási, és most már sokkal komplexebb turbó, akár jelzőlámpás körforgalmakat is szoktunk építeni. Úgyhogy mindig vannak új témák, és így ennek a versenynek is mindig új témái lehetnek, és a pályázó szakemberek mindig tudnak valami újat mutatni. Nagyon fontos az, hogy a nyertes körforgalom egy igazán kuriózum, hiszen maga a látvány is érdekes, hiszen a közepén egy MIG vadászrepülőgép található, de maga a burkolat és a környezet is megújult, hiszen a tavaly évben a Magyar Közút ezt felújította, úgyhogy igazán méltó nyertes ez ennek a pályázatnak. Köszönjük szépen Sanda Tamás miniszterhelyettes úrnak az előadást, és hát előrehozottan már azt is megtudtuk váratlanul, hogy a körforgalom pályázat győztese ki lett. Egyébként szeretnék minden velünk lévőt megnyugtatni, hogy a 8 pályázatnak az eredményhirdetése ma a délelőtt második részében lesz, dr. Tóth János főtitkár úr fogja ezt majd ismertetni. Még egyszer köszönet tehát. Következő előadónk dr. Mosóci László, aki személyesen van itt. Nagyon örülünk, hogy László elfogadta a meghívásunkat, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, és talán választad olyan kérdéseinkre, amik a mérnök társadalomban az utóbbi években nagyon fontosak és karakteresen érdeklődők voltak. Például az, hogy 2021 és 27 között hogyan lesz az EU finanszírozás, hogyan alakul az újrakezdési program, hogyan fog ez tartalmazni. Azt tudom mondani, hogy a mérnök kollégák is ezekben a kérdésekben messze menően nem látnak tisztán, és reméljük, hogy ez a mai előadás a tisztánlátásunkat jelentősen segíteni fogja. Az államtitkár úr ugye ebben a minőségében van jelen, mint meghívott, de ő egyben természetesen mérnök végzettségű is, emellett a KTE társelnöke, úgyhogy államtitkár úr, kérlek szépen, tiéd a pálya. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterhelyettes úr, kormánybiztos úr, elnök urak, főtitkár úr, köszöntök minden kedves hölgyet és urat, minden jelenlévőt az online térben, és itt a Közlekedési Kultúra Napján hosszú évek óta meghatározó esemény, rendezvény a Közlekedési Kultúra Napja, és örülök, hogy most már
nem csak a szakmabeliek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és tartják fontosnak a közlekedés kulturáltságát, hanem maguk a közúton, vasúton, vagy akármilyen más közlekedési eszközzel közlekedők is magukénak érzik, és köszönjük mindazoknak, akik ezt még hirdetési, illetve egyéb felületeiken is lehetővé teszik, hogy mindenki tudja meg, hogy ma ez a nap van, hiszen amikor rápillant, hogy közlekedési kultúra napja, akkor úgy érzi, hogy ha mások úgy közlekednek, és ő eddig nem úgy tett, akkor így fog. A következőkben szeretnék önöknek néhány gondolatot a előttünk álló közlekedés tervezésről, Európai Uniós forrásokról, lehetőségekről információkat adni. Milyen stratégiai irányok vannak? Ami a világot, Európát és így Magyarországot is meghatározzák, az a jövőnk. Hiszen annak érdekében, hogy a jövőnket meg tudjuk őrizni gyerekeinknek, unokáinknak, most kell cselekedni. És tudjuk, hogy az üvegházkárosító hatású gázok kibocsátásának a negyede a közlekedés által generálódik, ezért ez egyértelmű, hogy ezen a téren tenni kell. Minden ország, szervezet, az Európai Unió bizottsága is magáénak érzi a feladatot, különböző stratégiákat dolgozunk ki. Az egyik legjelentősebb a Green Deal, melynek célja, hogy 2050-ig ennek a nagy mennyiségű üvegházhatású gázkibocsátásnak a 90%-os csökkenése valósuljon meg. Mi kell ehhez? Egyrészt mind a személyszállításban, mind pedig az árufuvarozásban a vasút és a víziszállítás felé terelni az árukat, illetve a közösségi közlekedés felé az utasokat. Nem egyszerű feladat ez, hiszen egyrészt az embereknek olyan szolgáltatást kell kínálni, amik alapján érzik, hogy ez nekik jobb, másrészt a tudatot is fejleszteni kell, hogy ezzel a jelenünket, illetve a jövőnket őrizzük meg. Az Európai Unió célkitűzéseket fogalmazott meg, hogy 2030-ig, 2050-ig mit vár el a tagországoktól, mind az árufuvarozás tekintetében növelni a vasúti szállítás részarányát a 300, illetve 500 km hosszúságú fuvaroknál, illetve az azoknál nagyobb távolságoknál a vasutat részesíteni előnyben, illetve a víziutakat, de azt is, hogy 2050-re érjük el lehetőség szerint a 3-0-t a közlekedésben, ez pedig az, hogy nulla károsanyag kibocsátás, tehát nulla emisszió, nulla közlekedési balesetből származó haláleset a közutakon, és nulla papír alkalmazás, tehát a teljes elektronikus digitalizált közlekedés. Összefoglalva, intelligens közlekedéshez szükséges a digitalizáció, a fenntarthatóság és egy új kifejezés, amivel a közelmúltban szembesültük, illetve lett a mindennapi gondolatok része, az ellenálló képesség, idegen szóval a reziliencia, hiszen meg kellett tanulnunk egy ilyen világjárvány idején, hogy hogyan kell ezzel együtt élni, leküzdeni, és hogyan kell az értékeinket megőrizni, illetve az ember életek megmentésén túl a technikát is működtetni. Magyarország hogyan kapcsolódik? Egyrészt infrastruktúra fejlesztés, mind közút, mind vasút, mind pedig a légi közlekedés területén fontos a gördülőállomány fejlesztése, hiszen a károsanyag kibocsátásnál a járművek okozzák ezt a komoly szennyezést. Versenyképesség itt főleg az egyéni közlekedéssel szembe a tömegközlekedésre gondolunk, hiszen az emberek akkor választják majd a tömegközlekedést, ha az gyors, biztonságos, költséghatékony, és ugyanakkor klímasemleges is. Fontosak az innovatív megoldások a közlekedésben, és fontos, hogy a magyar ipar részesüljön ebből a nagymértékű fejlődésből, illetve termékei külföldön is hasznosíthatók legyenek. Magyarország stratégiai környezetében, amikről röviden tájékoztatnám a kedves jelenlévőket, a közútfejlesztések, közútfenntartás, vasútfejlesztéssel kapcsolatos programok, illetve repülőtérfejlesztési projektekről és innovatív kísérleti projektekről. Sanda Tamás miniszterhelyettes úr is említette az útprogramot, amire igazán büszkék lehetünk, hiszen a 3600 milliárd forintos összköltségű program 2016-ban kezdődött, és azt nem mondjuk, hogy a vége fele közeledik, mert mindig kerülnek bele új projektek, amelyekkel folytatjuk ennek a nagyszerű hálózatnak az építését,
Itt három cél fogalmazott meg Magyarország kormánya. Minden autópálya érjen el a határig, amelyek abba az irányba tartanak. Nagyon fontos, hogy minden megyei jogú város legyen bekötve a kétszer-kétsávos hálózatba, illetve, mint miniszterhelyettes úr is említette, minden településről gyorsforgalmi úthálózat 30 percen belül megközelíthető legyen. Hogy csak néhány statisztikai adatot említsek a második pontot vonatkozóan, 2010-ben 14 megyei jogú város volt elérhető gyorsforgalmi úton, és mindössze három gyorsforgalmi utas határmetszésünk volt. Mára ez a szám már 20-ra, illetve 7-re emelkedett, tehát 7 gyorsforgalmi út érje az országhatárt, és 20 megyei jogú város került bekötésre. De örömmel tájékoztathatok mindenkit, hogy 2025-ig mind a 23 megyei jogú várost elérjük a gyorsforgalmi utak, hiszen azok, ahova még nem lehet eljutni, már útépítési projektek folyamatban vannak. És ha ránézünk erre a térképre, azt látjuk, hogy Magyarország közúthálózata, de a vasúthálózat is sugaras szerkezetű, tehát Budapestről az országhatárok irányába indulnak a gyorsforgalmi főutak. Természetesen vannak leágazások annak érdekében, hogy a hálózat nyíljon, de fontosak ezek után a sugárirányú megteremtések után a körirányú hálózati elemek. Egy már létezik az M0-as Budapest körgyűrű. Ugyanakkor a kormány döntött 2019-ben arról, hogy a Komárom, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét útirányon épüljön meg az M81-es gyorsforgalmi út. Ezzel lehetővé téve a legforgalmasabb tranzit irány, a nyugatról dél-délkelet felé irányuló forgalom Budapest elkerülését lehetővé tevő levezetését. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készül, jövőre látni fogjuk a nyomvonal lehetőségeket, utána lehet tervezni, majd kivitelezni. És hosszú távon pedig foglalkozni kell majd a úgynevezett déli körgyűrűről, amely Kőszeg-Szombathely a Balaton nyugati partjának érintése után Dél-Magyarországon halad keresztül, majd a Dél-Alföldön, illetve az Alföld keleti részén Debrecenen keresztül Nyíregyházáig tarthat. Ez már a megyeszékhelyek közti összeköttetés javítja, illetve regionális jelentősége lesz. Komplex útfelújítási program is évek óta tartó folyamat. Magyarországon közel 32 ezer kilométer hosszúságú a közforgalmi közúthálózat. Ennek jelentős része a mindennapi közlekedésből láthatjuk, nem a legjobb állapotban van, de ez a kormány sokat tett érte és tesz folyamatosan, hogy ez a helyzet tartósan álljon fel. 2010 óta 755 milliárd forintból kilométer hosszúságú út újult meg, és 2016-ban programszerűen is elindítottuk ennek a folyamatnak a további részeit. Ez a komplex útfelújítási program. Mondhattuk volna, hogy ez is kifutóban van, de még tavaly is a kormány emelt be újabb projekteket, illetve most javasoljuk a kormány számára, ez még nincs elfogadva, itt a térképen pirossal látható közutak fejlesztését. Ugyanakkor elindult a tavaly évben az úgynevezett jogos társadalmi igények projektek, amik tulajdonképpen része lehet a komplex útfelújításnak is, de külön kezeljük. Itt a számokból is láthatjuk, hogy idén nagyon komoly összeggel fordítunk arra, hogy ezeknek az utaknak a minősége javuljon, és itt olyan fontos utakat is látunk a térképen, mint... mint Szentendrén a 11-es útátkelési szakaszának a felújítása, vagy az 52-es út megújítása a teljes hosszúságban, Budapest agglomerációjában fontos a 31-es út megújítása a Pest megyei szakaszon belül, de idegenforgalmi szempontok alapján is értékelhető a Tiszató megközelítése a keleti irányból, illetve a Mátrán áthaladó 24-es számú útnak a felújítása. Láthatjuk itt a számokból, a beruházási összegekből, hogy a munkák zöme idén ősszel télen elkészül, illetve a tavaszi munkák lehetővé tétele után jövő tavasszal. Kiemelt projektünk a közép-dunamenti közútfejlesztések, itt új utak építése, illetve utak felújítása szerepel, illetve hát nagyon fontos, hogy Paks és Kalocsa között egy új Dunahíd létesül a közúti forgalom számára. A híd építése idén tavasszal megkezdődött, úgyhogy
sok sikert kívánunk az építőknek, és reméljük, hogy 2023-24 környékén már használhatjuk a hidat közlekedésre. Fontos az innováció is, hiszen akkor tudunk előre menni, akkor tudunk egy tervezhetőbb jövőt alkotni, hogyha fejlesztünk, fejlődünk. Mintaképpen a közútnál a legutóbb bevezetett két kísérleti projektet említeném. Az egyik bal oldalt látható ez a türkiszkék színű sáv. Ez egy világító kerékpárút, ami Komárom-Esztergom megyében, Esztergom, illetve Tát térségében létesült. Olyan fényelnyelő részecskéket kevernek az útburkolatba a kivitelezők, melyek nappal a napfényt, illetve a fényt gyűjtik, tárolják, és sötétedés után ezt kibocsátják, lehetővé téve a biztonságos és szennyezésmentes közlekedést, hiszen a fényszennyezés is egy környezetet romboló szennyező tényező. Így jobban lehet látni az út vonalvezetését, az esetlegesen az úton levő objektumoknak a szegélyei, céleit, illetve a közlekedők számára nagyobb biztonságérzetet és komfortot nyújt. Illetve itt középen alul látjuk a Velencei tó térségébe telepített üvegből készült zajvédőfalat. Ne valljuk be, hogyha az ember látja, hogy mi van a fal mögött, magasabb komfortérzetet nyújt, ugyanakkor ennek a telepítése, karbantartása egyszerű. Én nagyon remélem, hogy a kísérleti üzem beválása után sok helyen lehet ezt majd Magyarországon alkalmazni. De láthatjuk, hogy a Magyar Közútnál 68 formai szempontból döntéshozatalra érdemessé a javaslat közül 28 került kísérleti bevezetésre. Tehát minden téren az útburkolattól a technológiákig előre haladunk. És nézzük egy másik ágazatot, a vasutat. A kormány legutóbb döntött a versenyképes vasút és iparfejlesztési programról, mely azt jelenti, hogy a következő években közel 6000 milliárd forintot száll Magyarország kormánya a vasúti közlekedés fejlesztésére. Ez egyrészt infrastruktúra, tehát a hálózat építése, bővítése, valamint a gördülő állomány, tehát a vontató és vontatott járművek, illetve motorvonatoknak a beszerzése és közlekedtetése. Ez egy nagyon komoly program, négy alappillére van, egyrészt a jogszabályi környezetnek a definiálása, ezt pontosítanám, nem definiálni kell, hiszen létezik, hanem az új kihívásoknak, az új lehetőségeknek megfelelő jogszabályok megalkotása, illetve olyan támogatási rendszereknek a kidolgozása, amely valóban a árufúvarozást is, illetve a személyszállítást is a vasút felé tereli. Gördülőállomány építés területén, tehát járműgyártás területén a legfontosabb, hogy abból a magyar ipar vegye ki a zászlós részt, az oroszlán részt, hiszen Magyarország korábban nagyon komoly vasúti járműgyártással rendelkezett, ez a képességünk, ez a tudásunk megvan ma is, ezt kell kibontakoztatni. Fontosabb, hogy azok a járművek, amelyeket üzembe állítunk, minél nagyobb magyar hozzáadott érték hányaddal rendelkezenek, a legjobb a MÁV startáltal előállított IC plusz vagonoknál, ez közel 80%, de még ezt is lehet emelni a hazai fejlesztési és gyártású forgóvázak alkalmazásával. A Dunakeszi járműjavító szintén nagyon komoly projektekben vesz részt, hiszen tudjuk, hogy Egyiptom számára több száz vasúti kocsit, személykocsit gyártanak és helyeznek üzembe. Infrastruktúraépítésnél, fejlesztésnél szintén a magyar cégek jelenlétét tartjuk fontosnak, büszkék vagyunk arra, hogy már van olyan magyar vasútépítő vállalkozás, ami gyors fektetőgép sorral rendelkezik, illetve a magyar államvasutak is a közelmúltban képesek vagyunk vasúti pályát építeni, nem kell ezt külföldi cégeket foglalkoztatni. És nagyon fontos mindenütt az ember, hiszen a közlekedés, akármennyire is megyünk az önvezető járművek fele, automata forgalom irányító rendszerek fele, azért az embert nem nélkülözheti, főleg az emberi fejlesztést, ezért szükséges a képzés, oktatás színvonalának fejlesztése, új képzési rendszereknek a kialakítása, illetve mint mindenütt a felsőoktatás szoros kapcsolatának a kiépítése az iparral. Néhány kiemelt vasúti projektről néhány gondolat. Az egyik a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának az építése, így egy korszerű kétvágányú 160 km/h sebességre alkalmas
interoperábilis, azaz az európai szabályoknak megfelelő vasútvonalunk lesz. Tervezés folyik, minden a menetrend szerint halad, mint általában a vonatok, és 2022 tavaszán megkezdődhetnek a fizikai építési munkálatok is. Így minden reményünk megvan, hogy a tervezett 2025 júniusi üzembehelyezés megvalósul. Ez a vasútvonal nem csak a tranzit forgalom lebonyolítása szempontjából érdekes, hanem láthatjuk, hogy az Alföldnek a középső, illetve déli részét is egy olyan színvonalas közlekedési rendszerbe kapcsolja, amely révén az áruk eljutása javulhat, és intermodális terminálok építésével akár a belföldi forgalom is jelentős volumen növekedést könyvelhet majd el. Utasok számára pedig a gyorsabb eljutás jelenti a felújított pályán. Szintén kiemelt projekt a jelenleg előkészítés alatt álló úgynevezett V0, hát ezt a vasutasok tudják, hogy a Budapesten délről elkerülő vasútvonal, miért kapta ezt a V0 nevet, hasonlóan a Budapestet elkerülő M0 közúti körforgalmi gyűrű analógiájára lett V0 a neve. Látható a ábrán lévő nyomvonal tervezetből, hogy Győr és Székesfehérvár közt a tervezett nagysebességű vasútvonallal párhuzamosan halad, majd pedig Adony, Puszta-Szabolcs, illetve a Csepel-sziget keresztezése Ráckeve térségében után Ceglédnél éri majd el a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vasúti fővonalat. A V0-ra mondhatjuk egy vasútvonal, valóban egy vasútvonal lesz, de ez sokkal több, mint vasútvonal, egy nagyon komoly gazdaságfejlesztési eszköz, hiszen láthatjuk, hogy már meglevő ipari központokat kapcsol a hálózatba majd, illetve olyan térségeknek ad lehetőséget iparfejlesztése, ahol eddig még nem települtek meg olyan befektetők, akik a vasúti közlekedést igénylik a munkájukhoz. Nagyon fontosak a kikötőkkel, repülőterekkel való kapcsolatok, hiszen intermodális közlekedési csomópontok kialakulása jelentheti a jövőt, hiszen mind az áru, mind az utas a jövőben valószínű egy olyan szállítási módon kerül eljuttatásra, ami adott esetben több közlekedési módot is magába foglal, tehát például egy kamion elfuvarozza egy intermodális terminálig az árut, ott vonatra rakják magát a pótkocsi részt, a vonat elviszi több száz kilométer, és ott onnan pedig a céljához újra kamionként ér. De utasoknál is már a személyszállításban, a világon mindenütt, minden nagyvárosban alkalmazzák azokat az intelligens közlekedés szervezési rendszereket, ami megmondja az utasnak abban a pillanatban, hogy milyen közlekedési eszközöket célszerű választani, hogy a kezdőponttól a célpontig optimálisan elérjen, és ez tartalmazza akár a rollert és a kerékpárt is, hiszen ezeket is lehet már közrendszerekként használni, de gerinchálózat alap közlekedési eszköz a vasút, illetve a kötött pálya. A V0-nak a megvalósíthatósági tanulmány, illetve a környezetvédelmi tanulmánya 2 év múlva készül el, ezután lehet a tervezés és kivitelezésről beszélni. Ugyancsak büszkék vagyunk arra, hogy tervez Magyarország, illetve a Visegrádi négyek nagysebességű vasúti hálózat a fővárosai közt. Magyarország kiemelkedően jól áll ebbe a projektbe, és komoly eredményeket értünk el. Megvan a nyomvonal tervezet, megvan a megvalósíthatósági tanulmány. Most már CEF támogatásért fordultunk az Európai Unióhoz, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány elkészülhessen. Hiszen az Unió is kimondja, hogy 2030-ra meg kell jelentősen növelni kell a gyorsforgalmi hálózat hosszát, illetve az elszállított utasok számát. Ehhez Magyarország is hozzá kíván járulni, avval, hogy egy korszerű jó vasúti összeköttetés biztosít a 4 főváros mellett Győr városának, illetve azért is ragaszkodtunk a Hegyesalom-Rajka közeli határmetszéshez, Szlovákia irányába, hogy meg tudjuk teremteni a kapcsolatot a nyugat-európai nagysebességű vasúti hálózat fele, hiszen a hasznokat az is jelentik, ha arra közlekedünk, és fontos a jobb oldalra látható Budapest-Kolozsvár tervezett nagysebességű vasútvonal. Itt a magyarországi szakaszon már szintén dolgoznak a tervezők a megvalósíthatósági tanulmányon. Remélem, hogy egy következő rendezvényen már nyomvonal tervezetekről is beszélhetünk, és folyamatosan tárgyalunk a román kormánnyal annak érdekében, hogy partnerként tekintsenek erre a projektre, hiszen
Románia, ha csatlakozni kíván az európai nagysebességű vasúti hálózathoz, arra Magyarországon keresztül vezet az út, tehát nekik is érdekük, hogy kihasználják a lehetőségeket. Nagyon fontos, mint említettem, a jelentős ipari centrumok, logisztikai terminálok, hálózatba kapcsolás az egyik legfontosabb, folyamatban levő a debreceni északnyugat gazdasági övezet fejlesztése, itt több komoly ipari vállalat létesít üzemeket, ezeknek mind a közúti, mind a vasúti, mind pedig a légiúton történő kiszolgálásához a kormány az infrastruktúra fejlesztésével járul hozzá. Lehet látni itt a különböző projekteket. Jövő érdekében a személyszállításnál is a zöld közlekedési eszközök jövő. Úgy gondolom, hogy Magyarország olyan zöld busz programot hirdetett, és olyan finanszírozási eszközöket társít ehhez, amik lehetővé teszik, hogy a közeljövőben legalább a helyi közlekedésben folyamatosan az elektromos közlekedési eszközökre térjünk át. Meghirdetett keret most 4,2 milliárd forint, amellyel a pályázó önkormányzatok támogatást kaphatnak, mind a beszerzésre, mind pedig a töltőhálózat kiépítéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére, de büszkék lehetünk arra, hogy a Volánbusz is tervez egy olyan pályázatot, melyel Európa legnagyobb zöldbusz flottája fog számukra pár éven belül rendelkezésre állni. Úgy gondolom, ezekkel a lépésekkel a magyar kormány a következő években rendelkezésre bocsátott 36 milliárd forinttal, illetve európai uniós forrásokkal, még ennél is magasabb értékekkel olyan nyomot hagy majd, hogy ami egyértelműen a jövő irányába mutat. Repülőtérfejlesztés. 119 repülőterünk van, ezek közül egy stratégiai tanulmányt készítettünk, hogy melyek azok a repülőterek, ezek kékkel vannak jelölve ezen a térképen, melyek egyértelműen a személyforgalom mellett gazdasági jelentőségűek is, hiszen a légjáró szállításról sem beszélhetünk jelen időben, hanem inkább a jövő idő a lényeges, illetve azok a zölddel jelölt repülőterek, amelyek azt teszik lehetővé, hogy Magyarországon minden megyeszékhelyről 45 percen belül legyen elérhető egy olyan repülőtér, ahova üzleti célú utasok, utazások lehetségesek lesznek. Mit tettünk ebben a programozási periódusban a közútfejlesztésért? Láthatjuk a közlekedés fejlesztésért, láthatjuk, hogy mind a közút, mind a vasút tekintetében a rendelkezésre álló lehetőségeit Magyarország maximálisan kihasználta, mind az ICOP, mind a CEF tekintetében, és a programot sikeresen zárhatjuk. Látjuk a naturáliákat, látjuk azt, hogy mi fejlődött, mi újult meg. Következő programozási periódusban szintén számítunk az ICOP Plus-ra, illetve a CEF-re. Itt még a konkrét projektlisták definiálása most van folyamatban, de nyilvánvalóan egyrészt folyamatban levő projektek folytatásairól beszélhetünk, illetve azokról, amelyek a személyszállítás, az elővárosi közlekedés, illetve az áruforgalom jobb lehetővé tételét teszik, lehetővé mind közúton, mind pedig a vasúton. És a pandémia helyzet miatt az ellenálló képesség fejlesztésére az RRF program, Recovery and Resilience Facility dolgozt, aki a bizottság Magyarország úgy döntött, hogy azokat a projekteket valósítja meg a közlekedés fejlesztés területén, melyek a grant típusú megállapodásban lebonyolíthatók. Itt láthatjuk, hogy a tömegközlekedés kap egyértelmű előnyt, tehát két hévvonal, de három hévvonal felújítása Ráckeve-Csepel, illetve Szentendere irányából kapott prioritást hévjárművek beszerzésével, de a Budapest és Győr közötti vasúti eljutási idő rövidítése érdekében Almásfüzitő-Komárom közötti vasútvonal korszerűsítés, kerékpárútfejlesztések, hiszen közösségi közlekedést, egyéni közlekedés már nem képzelhető el a kerékpárok nélkül. És miután Európa harmadik legkerékpárosabb nemzete vagyunk, ezt meg kell őriznünk, ezt a tiszteletre méltó helyet, illetve még javítanunk kell. Kalocsa-Paks-hidat már említettem, illetve a vasúti közlekedés budapesti térségének gyors és mindenekelőtt pontos lebonyolítása érdekében a központi forgalom irányító rendszer telepítése. Ezek szintén tervezett projektek,
tehát véletlenül ősszel tudunk arról számot adni, hogy mik azok, amik közeljövőben Európai Uniós támogatásokból megvalósulnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kívánom mindenkinek, hogy ezokon az infrastruktúrákon, amiket a magyar kormány létesít, a magyar kormány épít, helyreállít, azokat használják biztonságban, egészségesen és legfőképpen kulturáltan, hiszen tudjuk, hogy mindenkinek haza kell érni este. Köszönöm a figyelmüket. Az államtitkár úrtól megszoktuk, hogy mindig komplex előadást tart, de azt gondolom, hogy ez a mai nagyévű előadás, ebben minden elfér. Tehát elfért a repülés, a nagysebességű vasút és a roller is a maga helyén. Úgyhogy ez így megnyugtató volt hallani ebben a 20 percben. Én azt remélem emellett, hogy ezek a nagyon komoly beruházások, még forintban is komolyak, meg is kell tudni ezeket építeni, ezek fognak egy olyan színvonalat hozni, amik azért a következő évtizedekben a közösségi közlekedés használatát segítik, aktívvá teszik, az emberek szeretnék ezt használni. Ne felejtsük el, az autógyártók részben ugye nagyon jó szakembereik vannak, részben nagyon ravaszak, tehát amikor azt ki kell találni egy autógyártónak, hogy káros anyag, akkor avval foglalkozik, törésbiztos alváz avval foglalkozik, hogy az autó legyen zenecentrum, akkor azt találják ki, és mi jócskán áremelés mellett is képesek erre. Tehát én sok erőt és sok szerencsét kívánok itt Magyarországon ahhoz, hogy a színvonal az emelkedjen, és az emberek sokassága utazzon közösségi közlekedési eszközökön. Erről most ennyit, és végül is a szakmai blokkunk, a szakmai részünk utolsó előadója következik. Révész Máriusz, aktív Magyarországért kormánybiztosa. Hát azt láthatjuk, hogy az utóbbi időben az erdőkben, hegyeken megsokasodtak az emberek. Nyilván más szórakozás hiány nagyon sokan keresik a természetben a jó megoldást. Néhányaknál ez a gyerekkort hozza vissza. Lehet, hogy van olyan mai kisgyerek, aki életében először járt erdőbe. Sőt, hát az olyan helyeken, ahol egyébként is sokan szoktak lenni, ott mozogni nem lehet, hát a Normafánál meg Szentendrénél senkinek nem ajánlható, hogy oda menjen sétálni a sokaság miatt. Ennek rendezett formáját és a jövőképet most a kormánybiztos úrtól fogjuk meghallgatni. Kérem. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Közlekedési Kultúra napján rendezett konferenciánkon, és remélem, hogy néhány hasznos gondolattal én is hozzá tudok járulni a konferencia sikeréhez. Egy régi római bölcs azt a mondást fogalmazta meg, hogy semmilyen széljárás nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Ez egy nagy igazság, és azt kell mondanom, hogy itt a Közlekedési Kultúra napján rendezett konferencián is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon hova is tartunk, mi a célkitűzésünk, mit szeretnénk elérni, mit szeretnénk segíteni ezzel a konferenciával. És hogyha nagyon egyszerűen összefoglalnám a gondolatot, amit szerintem a mai napon érdemes megvitatni,
hogy Svédországban fogalmazták meg a Zero Vision célkitűzést, azaz, hogy úgy közlekedjünk, úgy tegyük meg a távokat, úgy jussunk el a munkahelyére, úgy jussunk el nyaralni, úgy közlekedjünk, hogy senki nem hal meg, minden ember életet meg tudunk menteni. Na most az a helyzet, hogy itt Magyarországon, amikor ezt a Zero Vision-t halljuk, akkor nagyon sokan elmosődnak, és legyintenek egyet, hogy hát ez tulajdonképpen ez egy megoldhatatlan célkitűzés. Viszont engedjék meg, hogy néhány európai fővárosnak közlekedési baleseteinek a számát most itt megosszam. 2019-es az utolsó adat. Oszlóban 2019-ben egy halálos közlekedési baleset történt. Nyugodtan mutatjuk, hogy majdnem elérték az Zero Vision-t. Helsinki-ben 3, Bécsben 18, Budapesten pedig 51. Azt hiszem, hogy ez a számsor ez önmagában elég súlyos ahhoz, hogy érezzük, hogy itt a közlekedési kultúra területén van tenni Magyarországon. Több program is indult az elmúlt időszakban, ez a Legyen béke az utakon, együtt közlekedünk, ez szerintem nagyon fontos célkitűzés. Ugye, amikor a közlekedés szóba kerül, akkor Magyarországon azt lehet tapasztalni, hogy az autósok szidják a hülye kerékpárosokat, a hülye kerékpárosok szidják az autósokat, akik ráhúzzák a kormányt, a gyalogosok azok ki vannak akadva mind a kettőtől, és az autósok is folyamatosan a felelőtlen rohangáló gyalogosokat ekézik. Tehát itt az az igazság, hogy amíg ez a szemlélet Magyarországon lesz, addig nem is valószínű, hogy ezeken a számokon nagyon jelentősen tudunk változtatni. És elindítottunk a Közlekedéstudományi Egyesülettel egy kampányt, aminek az a neve, hogy MM600, mentsünk meg 600 életet. Azért tartottuk ezt a kampányt nagyon fontosnak, mert ha megnézzük a magyarországi halálos közlekedési baleseti adatokat, akkor látjuk, hogy Magyarországon az elmúlt 10 évben átlagosan 63 halálos közlekedési baleset történt 1 millió lakosra vetítve. Az Unióban az átlag ez 49. Hogyha le tudnánk szorítani a halálos balesetek számát az uniós átlagról, akkor 140-150 ember maradhatna életben minden egyes esztendőben. Angliában ez a szám ez 29-en áll, tehát hogyha hozzájuk visszanyítunk, akkor már ilyen 350 ember élete megmentését tudnánk elérni, de Izlandon ez a szám még ennél is jobb, ott 20 alatt van, úgyhogy itt azt lehet látni, hogy van tér. Én nagyon örülök, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület a kormánybiztosságunkkal együttműködve ezt a kampányt ezt el tudta kezdeni, és bízunk benne, hogy ha tovább megyünk ezen az úton, akkor a számok azok volni tudnak, mert nem csak a halálos közlekedési balesetekről beszélünk, hanem ennek sokszoros az az ember, aki súlyosan megsérül, esetleg egész életére, és még sokkal többszöröse az, akik egyébként könnyebb sérülést szenvednek, de így is hónapra vagy hónapokra kidőlnek, például a munkából is megromlik az egészségük hosszabb időre. És az a helyzet, hogy a közlekedési kultúránk növelése az nem csak abból a szempontból fontos, hogy biztonságosabban közlekedjünk, hanem abból a szempontból is, hogy a közérzetünk is érezhetően jobb legyen. És van egy nagyon híres sztárépítész, a világ egyik leghíresebb, valószínűleg egyébként a leghíresebb várostervező építésze. Ha ránézünk Jeff Speckre a YouTube videókon, akkor azt látjuk, hogy a YouTube videóit több mint 2 millióan nézték meg, hogy ez egy építésztől ez nem egy rossz szám, egy énekestől sem, de hogy egy építészettel kapcsolatos videót ennyien néznek, azért az mégiscsak egy lenyűgöző közfigyelmet jelent. És Jeff Speck írt egy könyvet a Sétálható Város címmel, és hát itt nagyon sok mindent ír ezzel kapcsán. Sétálható város, biztonságosabb a közlekedés, felértékelődnek az ingatlanok ilyen területeken, több munkahelyet generál, jobb a levegő, egészségesebb, és az ilyen helyeken élő embereknek a mentális állapota is sokkal-sokkal jobb. Mindenféle irányba kitér ez a könyv, és ezt követően ennek a könyvnek akkora sikere volt, itt Magyarországon is ismert
ismerős lehet, hiszen Puzsér Róbert ebből a könyvből kampányolt, a Sétáló Budapest címet viselt a kampány. Karácsony Gergelyék is úgy tűnik kívül, hogy próbálják forgatni ezt a könyvet több-kevesebb sikerrel. És Vitézi Dáviddal, a Közlekedési Múzeum igazgatójával mi lefordítattuk Jeff Speck 101 szabály az élhető városért című könyvet, eljuttattuk egyébként minden városvezetőnek, mert minden megyei jogú város vezetőjének, főépítészének, mert nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy azt a gondolatot, azt a gondolati ívet, amit a világ legautóközpontúbb országának az egyik legnevesebb várostervező építésze felvázol, azt mindenki megismerje Magyarországon. Rossz irányba mentem. És ha tovább gondolunk, tovább gondolkodunk, akkor az, hogy az útjaink azok például kerékpárral, gyalogosan is járhatóak legyenek, azok nem csak a közlekedés szempontjából fontosabb. Mint aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, engedjék meg, hogy elmondjam azt a nemzetközi felmérést, hogy heti 2,5 óra plusz mozgás, illetve heti 2,5 óra mozgás, az plusz 4,2 egészségben eltöltött évet jelent. Tehát ha valaki 2,5 órát hajlandó mozogni egy héten, annak az egészségben eltöltött várható élettartam az több mint 4 évvel növekszik. Ez egy nagyon nagy szám, viszont ugye elég nehéz a mindennapokban szükséges időt azt kiszorítani, különösen akkor, hogyha az ember sokat dolgozik, és még gyerekei, családja is van. És igazából ilyenkor érdemes meggondolni, hogy például a közlekedésre fordítható időt, amit buszon ülünk, vagy autóban, dugóban, azt nem lenne érdemes mondjuk arra használni, hogy egy kicsit egészségesebben is éljünk. És lefordítottuk az angol kerékpáros stratégiát, most nyáron készült el, ez a legprogresszívebb stratégia. Ebben Boris Johnson azt fogalmazta meg, hogy azt szeretné, hogyha a kerékpársávok éjjel-nappal használható ingyenes konditermekké váljanak. Tehát a kerékpársávot, a kerékpározásról fordított időt, azt fel lehet használni egyébként arra is, amellett, hogy közlekedünk, hogy közben egyébként az egészségi állapotunkon is javítsunk. Itt valahogy elkeveredtek a diák, és itt szeretném kiemelni azt is, hogy le is fordítottuk ezt az angol kerékpáros és gyalogos stratégiát, mert volt egy ilyen szerencsétlen helyzet, hogy most a liberálisok bicikliznek a baloldaliak, vagy a jobboldaliak. Na most a Boris Johnson előszavánával ellátott angol kerékpáros stratégiánál progresszívebb kerékpáros stratégia egyébként ma nincsen Európában. Itt Boris Johnsonék olyan megfogalmazásokat engednek meg maguknak, amelyeket egyébként a legvadabb, legbőszebb kerékpáros szervezetek sem mernének Magyarországon mondani. Egyet hadd emeljek ki, azt tervezik, hogy problémásnak látják, hogy túl sok gyereket visznek iskolába. Az a célkitűzés, hogy az iskolák előtti útszakaszokat lezárják annak érdekében, hogy legalább 1/3 csökkentsék az autóval iskolába vitt gyerekeknek a számát. Hát én nem tudom, hogy mi lenne, hogyha Magyarországon valaki ezt megfogalmazná, de azt hiszem, hogy ezekben a megfogalmazásokban látszik, hogy az, hogy a városainkat tegyük élhetőbbé, és csökkentsük a dugókat, ellenben növeljük a forgalomtól elzárt, forgalomcsillapított területeket, növeljük a kerékpározás, mikromobilitási eszközök súlyát. Azt hiszem, hogy itt ebből a két kiadványból, amit lefordítottunk, látszik, hogy ez világtrend. És még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy azokban a nagyvárosokban, ahol sokan kerékpároznak, ezekben a nagyvárosokban kevesebb a közlekedési baleset, ezek a nagyvárosok biztonságosabbak. És annak érdekében, hogy mi is csökkentsük a balesetek számát, civil szervezetekkel, Közlekedéstudományi Egyesülettel, más civil szervezetekkel együttműködve elkészítettük a közlekedési kisokost. Minden negyedik osztályos diák ezt megkapja, és az idei évben eljutottunk oda, hogy a közlekedési kisokosból a gyerekek vizsgáznak. Mindezt abban a reményben tesszük, hogyha a gyerekek megtanulják a közlekedési alapismereteket, akkor az ő generációjuk már egy kicsit bölcsebben, biztonságosabban, türelmesebben fog közlekedni, mint mi. Úgyhogy én nagyon reménykedem abban, hogy ezzel hozzá tudtunk járulni, hogyha nem is most, de 1-2 éven belül érezhetően csökkenjen a közlekedési baleseteknek a száma Magyarországon.
külön kell foglalkozni a mikromobilitási eszközökkel, hihetetlen ütemben robbantak be és terjedtek el a világon az elmúlt években. Párizsi adatot látjuk, és az igazság, hogy nálunk is szembe kell nézni, ezt a KRESZ-ben szabályozni kell. Ma ez fehér folt, fekete lyuk, ki hogy szeretném megfogalmazni, de gyakorlatilag a KRESZ szempontjából ez egy ismeretlen közlekedési eszköz, közlekedési jármű. Hogy lássuk, hogy a bringásokhoz mi kellene, hogy a Magyarországon többen bringázzanak, készítettünk egy kutatást, megismételtük két év alatt kétszer, és mi kell ahhoz, hogy többen merjenek el kerékpárra ülni. Az egyik legfontosabb, amit megfogalmaztak az emberek, hogy jobb infrastruktúra kellene. Magyarországon az utakat nagyon sokan veszélyesnek látják. Nagyon érdemes lenne összekötni a különböző tömegközlekedési eszközöket a kerékpáros lehetőségekkel. Ha elmegyünk külföldre, akkor látjuk, hogy minden vasútállomáson hatalmas bringatároló megállók találhatók. Érdemes lenne gondoskodni arról, könnyebben lehessen szállítani a bicikliket, és növekedjenek a forgalom csillapított forgalomtól elzárt városrészek. Ha az előző helyre visszanézünk, akkor ez egy hollandiai város, és ez nem a kritikálmas felvonulás, hanem a hollandia városban így néz ki egyébként minden reggel, majdnem minden utca, hihetetlen sokan közlekednek el kerékpárral, és ezt most nem tudom, hogy a másik képen egy hollandiai vagy egy dániai térre látható, de gyakorlatilag minden tér így néz ki, elképesztő kerékpáros kavak látható, és nagyon-nagyon sokan közlekednek ezzel az eszközzel. És igazából itt nálunk is érdemes ezt végiggondolni, hogy milyen irányba is akarunk menni a közlekedéssel. Ha nézik a számokat, gyakorlatilag azt látjuk, hogy 2010-hez képest, amikor közel 3 millió autó volt Magyarországon, ma 10 év alatt elértünk oda, hogy közel 4 millió autó van, tehát 10 év alatt egy harmadával növekedett az autóknak a száma Magyarországon. Ez ahhoz vezet, hogy egyre nagyobbak a dugók, még egy adatot hadd mondjak, 30%-kal növekedett az elfüstölt benzinnek a mennyisége, tehát ez azt jelenti, hogy legalább 30%-kal többet közlekedünk az utakon, és az a kérdés, hogy milyen irányba szeretnénk menni, állni egyre többet a dugóban, vagy pedig más megoldást keresünk, és az az igazság, hogy ki kell mondani, hogy a közösségi közlekedéssel közlekedők számának a növelése, a kerékpárral közlekedők számának, rollerrel közlekedők számának a növelése, az az autósoknak is érdeke. És azért hoztam ezt a képet, mert látják, hogy ott állnak az autók, és mellettük sokan-sokan kerékpároznak, viszont gondolják el, hogyha minden egyes kerékpáros, aki a képen látható, beülne egy autóba, akkor az igazság, hogy könnyű belátni, hogy a dugó sokkal-sokkal nagyobb lenne. Tehát itt Budapesten is nagyon fontos célkitűzés, hogy a közösségi közlekedés, tehát az agglomerációból vonattal, hévvel bejövők számát azt növeljük, teremtsük meg a feltételeit, hogy a vasút megállókhoz el tudjanak jutni kerékpárral, le tudják tenni a kerékpárukat, és esetleg ugyanúgy, mint Hollandiában, Dániában vagy Angliában, egyébként a budapesti megállóknál is legyenek nagy kerékpártárolók, ahol egyébként esetleg a másik kerékpárjukkal tovább tudnának menni. Elindítottuk az ITM-mel közösen a Pedelek programot, éppen sokan nem látják, de egy kerékpáros forradalom zajlik ebben a pillanatban Nyugat-Európában és a világban. Ez egy évvel ezelőtti adat, ami ide fel van írva, és elfelejtettem kiavítani. Németországban 8 éve 4000 kerékpár, elektromos rásegítésű kerékpár pedeleket adtak el, 2020-ban pedig 2 milliót. Tehát 4000-ről 2 millióra nőtt a szám, és az látszik, hogy új célcsoportok érhetők el, akik egyébként hajlandók messzebbről is munkába járni, 5-ről kb. 15 kilométerre növekedett az a távolság, ami a kerékpár és a pedelek között munkába járás szempontjából érzékelhető, és az az igazság, hogy Magyarországon is meg fog érkezni, ha nem is ilyen ütemben az ár miatt, de folyamatosan évről évre az elektromos rásegítésű kerékpároknak a száma növekedni fog. Egy hatalmas munkának a vége felé közeledünk, egy nagy KRESZ módosító csomagot állítottunk össze, aminek az a célja, hogy csökkentsük a balesetek számát Magyarországon.
szeretnénk a védtelen közlekedők védelmét erősíteni, a zebrán áthaladó gyalogosok védelmét, választható kerékpárutat, 1,5 méter előzési oldaltávolság, csak néhányat emelnék ki. Ezek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy kevesebb legyen a közlekedési balesetek száma. Bevezetnénk, vagy megerősítenénk a korlátozott közlekedő képességű személyeknek a védelmét, azt mondjuk, hogy a bizalmi elv tőlük nem várható el. A bizalmi elv az azt jelenti, hogy mindenki számít arra, hogy a közlekedés szabályait a többiek betartják, de számos nyugat-európai ország kresszében ez szerepel, tehát hogyha látjuk, hogy kicsi gyerekek játszanak az út mentén, akkor bizony fel kell készülni arra, hogy ezek a kicsi gyerekek labda után vagy labda nélkül is akár leszaladhatnak az útra. Ezt megfogalmaztuk a kressz módosításba, külföldi példákból vettük át. Nagyon fontos, hogy a gyalogosok védelmét erősítsük. Minden évben rengeteg gyalogos gázolás történik Magyarországon, tehát hogyha megnézzük a gyalogos gázolásoknak a számát, mondjuk csak ami a zebrákon történt, akkor évek, minden évben közel 1000 gyalogost ütnek el zebrán, ez mindenképpen egy melbevágó adat, mindenképpen el kell gondolkozni, hogy ezen a számon, ezen hogyan lehetne változtatni. A kresszbe ezért javasoljuk belevenni, szintén majdnem minden nyugat-európai országban, kresszében benne van, a szándék elsőbbség kérdése, tehát nem csak a zebrán lévő gyalogosnak van elsőbsége, hanem már annak a gyalogosnak is, aki látható szándékkal át szeretne kelni a zebrán. Nagyon fontosnak tartjuk a választható kerékpárutak bevezetését, ezt nagyon-nagyon sokan nem értik és úgy fordítják le, hogy hát építjük ezeket a nagyszerű kerékpárutakat a kerékpárosoknak, ezek a fránya kerékpározók meg nem akarják használni, de hát ugye az a helyzet, hogyha megnézzük, akkor a kerékpárutakkal azért, mint itt egy-két ilyen érdekes példát hoztunk, azért van néhány gond. Amikor a hölgy kerüli ezt a néhány fiatal embert kerékpárúton, az egyébként egy pákozdi szakasz, és az a helyzet, ez a Velencei tó kerülő kerékpárútnak egy része. Ez a kép, ez hétköznap készült, azt hiszem, hogy áprilisban. Most mindenki képzelje el, hogy ezen az úton egyébként egy júliusi hétvégén, amikor 3-4 ezeren kerékpároznak, akkor egy ilyen gyalogos kerékpárúton egyébként mi lehet, amikor egyébként sok ezer ember ott Pákozd utcáin sétál. Minden kerékpáros szervezet azt kéri, hogy az ilyen típusú kerékpárút kötelező használatát azt azonnal engedjük el, mert ez rendkívül veszélyes. És hogy mennyire veszélyes, itt hadd mutassak egy Ausztriában készült ábrát. Ki szeretném emelni, hogy két irányú kerékpárutak, amelyeket nem irányhelyes kerékpárutaknak hívunk, ilyenek nagyon-nagyon kis számban épülnek Nyugat-Európában. Mégpedig azért, amit látunk a baloldali ábrán, hogyha az út szélén biciklizünk, és azt a baleseti kockázatot egy egységnek tekintjük, akkor látjuk, hogy mondjuk egy kerékpárútról, ha balra kanyarodunk, egy nem irányhelyes kerékpárútnak, hogy 11-szeres a baleseti kockázat, de a legnagyobb baleseti kockázat egyébként, amit 11,9-szeresre mértek egyébként Ausztriában, a nem irányhelyes kerékpárúton a szembejáratba közlekedő kerékpárosok esetében van, nem érzékelik egész egyszerűen idejében egymást a gyalogosok és a kerékpárosok. Ezért azt a javaslatot fogalmaztuk meg a kresszben, hogy legyen Magyarországon is bevezetve a választható kerékpárút. Itt ezt a táblát, ezt Ausztriában fényképezték, itt éppen egy nem irányhelyes kerékpárút van, és a nem irányhelyes kerékpárutakat Ausztriában sem javasolják már kötelezően használni. Aki akarja, azt használja, aki akarja, az egyébként mehet az út szélén, hiszen a baleseti statisztikák szerint egyébként kevéssé baleset veszélyes. Nem csak az ausztrál kreszben, de a holland, francia, belgium, belga kreszben is szerepel, és csak érdekességként írnám, vagy emelném ki, hogy Norvégiában nincs is kötelező kerékpárút, ott csak választható kerékpárút van, rá van bízva a kerékpárosnak a józan ítélő képességére, hogy az út szélén, vagy pedig a kerékpárúton szeretne menni. Mi nekünk az a javaslatunk, hogy legyen lehetőség arra, hogy bevezessük el Magyarországon is a választható kerékpárutat, ugye a kötelező kerékpárut, amit használni kell, az kör alakú táblával lenne jelölve, és a nyugat-európai országokhoz hasonlóan
E-kategóriájú táblákkal jelölnénk a választható kerékpárutakat. Előzési oldaltávolság már nagyon sok szor felvetettük. Amikor elkezdtük a kampányt, akkor megkérdeztük az embereket, hogy milyen távolságok kell a bicikliseket előzni, akkor 60 cm és 1 méter között szólódott a válasz. Most a kampányunk után a magyar társadalom 67%-a medián mérés szerint elfogadja, hogy az előzési oldaltávolságot szabályozni kell, és ez másfél méter legyen. Én mindig el szoktam mondani, hogy Csehországban egyébként most vezették be, a román keresztben egyébként ez az előzési oldaltávolság, ez már 3 éve szerepel. A német keresztben, amit nyáron fogadtak el, tavaly nyáron, a német keresztben pedig még durvább szabályozás szerepel, mert városon kívül 2 méter, városon belül 1,5 méteres előzési oldaltávolsággal kell előzni. Mi azt láttuk, hogyha a magyar társadalmon ez a 1,5 méter, 1 méter keresztül megy, akkor már nagyot léptünk előre. Kerékpáros turizmusról néhány szót, ez is közlekedési kultúrához hozzá tartozik, hiszen nagyon sok gyerek itt ismerkedik meg a kerékpározással. Itt is érdemes az infrastruktúrára fordítani, 4 milliárd forintért tervezünk kerékpárutakat, ezt a következő 7 évben meg is szeretnénk építeni, és igazából azt szeretnénk, hogy ezek a kerékpárutak, ezek jó minőségben épüljenek meg, ne legyenek balesetveszélyesek, az olyan kerékpárút építéseket, amelyeknél a baleseti kockázat nagyobb, mintha az útszélén bicikliznénk, ilyet a jövőben nem szeretnénk építeni, és hogy minden kerékpáros megfelelő színvonal épüljön, ezért el kell mondjam, hogy a kerékpáros szervezetekkel, a nagyországos kerékpáros szervezetekkel együttműködési megállapodást kötöttünk, és minden kerékpárút tervet azt véleményeznek. Nagyon sok kerékpáros útvonalat kitáblázunk, kisforgalmi utakon, gátakon, mezőgazdasági utakon, erdészeti utakon nagyszerű lehetőségek vannak. Miután a kormány biztos vagyok, 1145 km kerékpárutat tábláztunk ki, és az idei esztendőben további kb. 1000 km kitáblázás várható. Új arculattal táblázunk, és nagyon bízunk abban, hogy sok embernek hozzá tudunk járulni a kerékpározás öröméhez, hogy ezek az utak elkészülnek, és azt el kell mondjam, hogyha az az 1500 tervezett kilométer kerékpárút felépül, és az a további 3000 vagy 4500, amit terveztünk, annak a kitáblázása megtörténik, akkor Magyarország egy igazi kerékpáros túraparadicsommá válhat. És hogy mindez megtörténjen, ahhoz érdemes a kerékpáros szolgáltatásokat is javítani. Itt egy kerékpáros barát szolgáltató minősítésű országos rendszert alakítunk ki. Reméljük, hogy 2-3 éven belül ebbe 3000 szálláshely, vendéglátóhely, látogatóközpont bekapcsolódik, de ezen kívül megállapodást kötöttünk a MÁV-val, és idén nagyon-nagyon sokkal több kerékpárszállító vasút közlekedik, mint Balatonra, mint Tiszatóra közvetlen járat indult, van járat a Bakonyba, ami eddig nem volt, és kísérleti jelleggel megállapodást kötöttünk a MÁV vezérigazgatójával, Homolya Róberttel, hogy a Bügben és a Mátrában a volán buszokon egyébként kerékpárszállítási lehetőség is lesz. Úgyhogy reménykedünk, hogy ezt is örömmel fogják fogadni a kerékpározók. És a legvégén, itt a közlekedési kultúra napján, itt a KTN-nek hadd köszönjem meg azt az ötletet, amit tavaly kaptunk tőlük. A Közlekedési Tudományi Egyesület tavaly is meghirdette az év kerékpár útja rendezvényt. Mi az Aktív Magyarország Kormány Biztossága és az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ emellé odaálltunk, és meghirdettük ezt a pályázatot. És hát elég sok szavazat érkezett már tavaly is, és tavaly 2020-ban itt a közös projektünk eredményeként az év kerékpár útjának Magyarország népe megválasztotta az Általér menti kerékpár utat. 1406 szavazattal nyert a győztes, forgattunk róla egy kisfilmet, és nagyon sokan egy kisfilm miatt mentek az Általér mentén kerékpározni. Hát meghirdettük az idei esztendőben is az év kerékpárútja szavazást, és hát az a helyzet, hogy idén 46 kerékpárúttal neveztek, és azt kell mondjam, hogy a második helyezett kerékpárút is több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint a tavalyi győztes. Tehát ezen az úton mentünk tovább, 2880 szavazatot kapott, a Deszedató
kerékpáros kör. Nagyon keményen küzdöttek a kaposváriak, de az az igazság, hogy egy hajszálnyival ugyan, de lemaradtak idén az év kerékpár útja címről, és most a breaking news következik, éjfélkor zárult a szavazás, direkt a közlekedési kultúra napjára. Az év kerékpár útja 11.596 szavazatot adott le összesen, 11 előzetesen kiválasztott kerékpárútra, és 2.976, tehát kevesebb, mint 100 szavazattal, de mégiscsak több szavazatot kapott, mint a Desedató mentetti kerékpárút, a Porosztó-Tiszafüred közötti kerékpárút, ami a tavalyi esztendőben készült el. Ezen a kerékpárúton 4 híd található, tényleg egyébként fantasztikusan látványos és nagyon szép. Mind a Desedató melletti kerékpárút, mind ez a Tiszafüred melletti, Tiszafüred Porosztó közötti kerékpárút gyönyörű. Ezáltal teljesen biztonságosan körbe biciklizhető a Tiszató, ez egy 65 kilométeres kerékpártúra. Én mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Most, hogy itt az előbb említettem, a MÁV-val megállapodtunk, 7 óra 55-kor indul a vonat, 10 órakor le lehet érni Tiszafüredre, el lehet indulni, körbe lehet biciklizni a Tiszatavat, 65 kilométer, és este 6 órakor jön a közvetlen járat vissza. Nagyon szép, nagyon kényelmes program, mindenkinek csak ajánlani tudom. Ha valakinek nincs kerékpárja, akkor Tiszafüreden a kerékpáros centrumban több száz kerékpár közül választhat. És az igazság, hogy továbbfejlesztettük a Közlekedési Tudomány Egyesületnek a gondolatát, és meghirdettük lelkesen ezt követően az év kilátóját 2020-ban. Itt 3900 szavazattal a Xantusz János gömbkilátó nyert, és meghirdettük az év turistaháza attrakciót is. Itt az Anna fürdő vendégház nyert 1924 szavazattal. Én nagyon köszönöm a Közlekedési Tudomány Egyesületnek ezt az ötletet, és az a célunk itt a kormánybiztosságon, hogy néhány év múlva biztonságosabban közlekedhessen többet minden család, és abban azt az ígéretet tudom tenni, hogy ebben számíthatnak ránk. Köszönöm szépen! Köszönjük Révész Máriusz kormánybiztos úr előadását. Hát itt a végén azt is megtudhattuk akkor, hogy egy következő pályázatunknak ki a nyertese, és úgy látszik ez a pályáztatás ragadós, hiszen most már év turistaháza és egyéb pályázatok is vannak, ami nagyon fontos, és azoknak, akik ebben pályáznak, azt gondolom, a jövőben már elengedhetetlen lesz. Fontos, hogy a külföldi példákból is mit tudunk használni, hiszen ahhoz nagyon segítenek minket, hogy jó célokat tudjunk kitűzni. Sokszor nyúlunk ugye londoni példához, a saját életemben sose felejtem el, amikor a busz átszervezés, üzemeltetési új modell volt, az ott is Londonból érkezett a példa és a jó megoldás. Biztos, hogy egy nagyon fontos kutatói, politikusi, mérnöki tudománya az, egy nagy tudás, hogy mit célozzunk meg, és abból reálisan milyen eredmény várható. Ezt jól belőni. Ezzel a szakmai előadások sora most véget ért, és áttérünk a mai délelőttünk utolsó részéhez, ami utolsó részben most már a Közlekedési Kultúra 2021 program és szakmai kérdéseiről fogunk beszélni. Ritkán van az, hogy egy személyhez köthető valamilyen esemény sorozat, de itt Bíró József nevét azért említem, itt van Jóska, és mindjárt ő lesz a következő előadónk, mert 2015-ben ő is egy győztes pályázaton érkezett be ezzel a fajta ötlettel, hogy legyen ilyen közlekedési kultúra kezdeményezés. Azóta is a hátán viszi ezt az esemény sorozatot, a szervezést, ma már nyilván egy professzionális csapattal együtt, az segíti őt ebben a munkában, de ma is ő a lelke ennek a sorozatnak, azt hiszem erről elég ennyi. A KTE-ben ő társelnökünk, úgyhogy kérem szépen Jóska, ismertesd az idei év
legfontosabb aktivitásait és tervezett eseményeit. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepnap ez a mai. A biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek és a közlekedésben dolgozók összefogásának ünnepe. De egyben hétköznap is ez a mai. Kedd van, délelőtt. Fölébredtünk, megreggeliztünk, és indult kiki útjára, mentünk dolgozni, tanulni, kerékpárra ülve, gyalogosan, vagy gépkocsiba szállva, metróra, villamosra, buszra ülve, és tettük ezt több millióan, és tesszük ezt több millióan nap mint nap. Több millió órát eltöltve a közlekedéssel. Ez adja a közlekedés igazi súlyát és szerepét és fontosságát a társadalom számára, hogy a föld, a víz és a levegő után a közlekedés a társadalom nélkülözhetetlen negyedik lételemévé vált. Stresszesen közlekedni olyan, mint hidegen meginni a kávét. Túl vagyok rajta, nem esett jól. Kulturáltan közlekedni olyan, mint elkészíteni és elfogyasztani egy finom ételt. Már az alapanyag kiválasztása is örömet okoz. Gondolok itt például a környezettudatos közlekedésre, tehát hogy kiválasszam a megfelelő közlekedési módot, a környezetbarát közlekedési módokat előtérbe helyezve. Aztán utunk során rácsodálkozni egy szép hídra, egy szép körforgalomra, örömmel venni egy udvarias gesztust, és azt viszonozni, nem továbbadni a saját stresszünket a közlekedők számára, figyelmesen elfogadni egy másik előzékenységet. Ezek azok a dolgok, amik a közlekedést ízessé, zamatossá, a mobilitás széppé, és nem unalmas stressz központtá teszik. Nos, körülbelül ilyen típusú megfontolások azok, amiért a közlekedés kultúra napja létrejött, hogy fogjanak össze azok, akik biztonságtudatosan, környezettudatosan, stresszmentesen szeretnének közlekedni, és ez az az időszak, amely gyakorlatilag felvezetőként 8 pályázatot hirdettünk meg. Az év hídja, az év körforgalma, az év kresszparkja, az év közlekedésbiztonsági fotója, az év közlekedési kiadványa, az év kerékpárútja, az év közlekedésbiztonsági társadalmi felelősségvállója, és a kisművész témakörben az általános iskolások és a középiskolások számára. 14 szervezet fogott össze pályázat kiíróként, az elmúlt hónapokban zajlottak a pályázatok, és hát örömmel jelentem, hogy több mint 100 pályázó, és ahogy előbb is elhangzott, csak egyes aktivitások iránt is több ezer, összességében több tízezer szavazó ismerkedett a közös kultúra szépségeivel és pályázataival. Ugyancsak ugye új elemként elindítottuk a Mentsünk meg 600 életet az Aktív Magyarország kormánybiztosságával egy programként, ahol zenészek, színészek, ismert emberek mondják el véleményüket a közlekedés biztonságról, közlekedési kultúráról, egy nagy sikerű véleményformáló eseménysorozat volt. És egy ősbemutató is következik. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Hát így közlekednek ők a dzsungelben. Van, amit el kell tanulni tőlük, van, amit meg kell jegyezni, hogy úgy biztosan ne csináljuk. Másik vadonatúj irányvonalunk, hogy meg kell tudnunk szólítani a 18-20 éves korosztályt is, és hát ők már nem annyira a tévéből és a rádióból tájékozódnak, mind inkább a szociális médiából. Számukra egy TikTok kampányt indítottunk el, ismert arcokkal, Veréb Tamás énekes zenész vezetésével. Próbálunk gondolatokat kelteni a közlekedés biztonság, közlekedés ügye, kultúra ügye iránt az elkövetkezendő generációkban is. És hát elérkeztünk ugye az online rendezvényig, a szívünk szakad meg 2015-től 19-ig, 5 éven keresztül a Művészetek Palotájába tudtuk tartani a nyitó rendezvényt, most második évben az online térben vagyunk, de hát így is óriási támogatottsága van a közlekedési kultúra napjának, mert a világjárvány idején is, ahogy itt tetszenek látni a logókat, tisztelettel jelentem, 87 partner szervezet, közlekedés, biztonság, közlekedés, kultúra ügye iránt elkötelezett szervezet jelezte, hogy csatlakozik az eseményhez, és különböző önkéntes aktivitásaival elmondja gondolatait, elmondja üzeneteit, és támogatja az eseményt. A május 11 és ahhoz kapcsolódó időszakban ugye egyik kiemelt fontosságú témakör, a gyalogosok közlekedés biztonsága és annak növelése. Ennek keretében például a Plastirút egy kijelölt gyalogos átkelőhelyet újított fel és tett láthatóvá sokkal jobban Szentendrén. A közvilágítási az elektronikai egyesület egy közvilágítási dumapartit rendez, a rendőri szervek a iskolák térségébe fokozott támogatással segítik a gyalogos közlekedést. A közlekedés alkalmasság vizsgaközpont egy kicsit ugye a Beatles fiúkat idézi. A Közlekedéstudományi Intézet az Országos Balesetmegelőző Bizottsággal és a Partnerség a Közlekedés Biztonságért Egyesülettel például egy jelmezbe, a Zebra Zebi jelmezébe bújva igyekszik ráirányítani a figyelmet az iskolakezdés, tehát a járvány utáni iskolakezdésnél, hogy a gyermekek már nem az online térben vannak, hanem a valós fizikai térben, ahol a fizikának igen jelentős következményei vannak a figyelmetlenségnek. Itt nem kapunk új életet, hogyha eljátsszuk az egyiket. És hát a Látva Fuss akciója az Aliszkának és a Tolna megyei szervezetünknek, hogy ha láthatósági mellénybe futva valaki elküld egy szelfit, akkor kap egy láthatósági karpántot. A Közlekedés Tudományi Egyesület nagyra értékeli, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Közlekedési és Jármű Tudományi Bizottsága a holnapi nap egy bizottsági ülés szentel a közlekedés kultúra gondolatának, és hát ilyen előadások, konferenciák keretében a Magyar Közszolgálati Egyetem, a Magyar Közút, a Covid hatásait, a PR, a Útügyi Világszövetség tanulmánya alapján dolgozza fel és mutatja be, érdemes megnézni az erről készült filmet. A grupa tampája pedig a fék távolsággal foglalkozik kiemelten. A Magyar Útügyi Társaság környezetvédelmi konferenciát tartott és ajánlott a partner rendezvényként. Lesz könyvbemutató, lesz a Széchenyi Egyetem és a BKV együttműködésében a közösségi közlekedés és a biztonság elsőbsége kérdése, a BKK különböző aktivitásokat végez. A kerékpáros közlekedés területén
lesz olyan, van olyan vállalkozó, aki a kerékpáros fékberendezést vizsgálja át díjmentesen ezen a napon. Az általános közlekedési tagozat az a közlekedéstechnikai napokat rendezi meg, a fuvarozók és szállítmányozók tagozat a MÁV-val együtt egy velencei tavi kerékpártúrát szervez majd, és hát ajánlom mindenkinek a figyelmébe a balassagyarmati első magyar kerékpáros múzeumnak a május 15-i kerékpáros programját, nagyon sok érdekességet ajánl, a honlapunkon meg lehet találni. De ilyen típusú aktivitást Tatabánya város is végez, és a közlekedési kultúra napja alkalom arra is, hogy különböző szakmai kiadványok jelenjenek meg a MABISZ részéről, vagy a KTI és a KAV összefogásában a közlekedési tudomány szemle egy külön száma, ami még nagyon érdekes lehet ugye a KRESZ vizsgázók számára, hogy a KRESZ vizsgáknál előforduló leggyakoribb hibákról egy online kiadványt tesz közzé a KTI és a közlekedés alkalmassági vizsgaközpont. De aki érdeklődik pályázatok, vetélkedők, játékok iránt, az a honlapunkon megtalálja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak az aktivitásait, az UDI szolgáltatójét, a KAV-ét, a Magyar Közutét, a Driving Campét. Egy másik terület nagyon izgalmas és nagyon érdekes, nagyon odafigyelésre méltó, hogy a Vakok és a Gyengéllátók Szövetsége arra hívja fel a figyelmet például, hogy milyen veszélyeket okoz a vakok és a gyengéllátók számára a járdákon elhagyott, eldobált elektromos rollerek ügye. A következő kérdéskörben pedig a kutatásfejlesztés területén egy szintén nagyon izgalmas esemény történik a mai napon, nevezetesen a Debreceni Közlekedési Vállalat és a PharmaFlight Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ együttműködési megállapodást ír alá ezekben a percekben. A központ által kifejlesztett a piloták mentális és fizikai egészségét vizsgáló berendezéseket ajánlja fel, hogy megvizsgálja vele a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbusz vezetőit is, segítve ezáltal a közösségi közlekedés biztonságát. Nagy örömünkre szolgál, hogy Széchenyi, ugye közlekedési példaképünk, az első magyar közlekedési miniszter 130 éve született, vagy 230 éve született, és idén a Széchenyi Társaság is külön köszönti a közlekedési kultúra napját. Különböző videós aktivitásai is vannak partnerszervezeteinknek, hiszen azt kértük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a májusi akciók inkább online térbe, majd a szeptemberbe a részvételi események, és hát nagy örömmel köszöntjük a közlekedési kultúra napja partnerei között az Alazon zalaegerszegi autón önvezető járművek tesztpályájának az üdvözlését. Érdemes megnézni, hogy mivel foglalkoznak, világviszonylatban is ritkaság számba menő tevékenységükkel. A mentőszolgálat a mentőgépjárművek közlekedésének segítése ügyében tesz fel egy videót. Én is javaslom ezt mindenkinek a figyelmébe, hiszen valakinek segíteni kell a munkáját, akkor azt gondolom, hogy ők azok jelenleg. A mentőmúzeum is bemutatja a járműveit, a BKV az virtuális nyílt napot tart a Kisföld alatti járműtelepén, a DKV, a Magyar UDI szolgáltató is különböző videós aktivitásokkal lép elő, és a főmterv pedig a közlekedési kultúra egy tervező szemével éppen mai nap délután 2-kor kezdődő programjára érdemes átkapcsolni, akit ez a terület érdekel. De nagy köszönet a Magyar Közútnak köszönjük is, hiszen változtatok a közlekedési táblájain, idén is kiírja, mármint tolerancia, amelyikeknek fontosabb közlekedési legyen minden nap a kultúrát vasúti közlekedés napja. A közlekedési kultúra napját hirdetve által a gyorsforgalmi utat használóknak, és hát a közösségi közlekedés is lehet kulturáltabb, biztonságosabb is, ezért a MÁV Volán csoport, a Miskolci közösségi közlekedési vállalat, a Kecskeméti közösségi közlekedési vállalat hangos bemondásokkal segíti a közlekedési kultúra formálását a közösségi közlekedésben, ugyancsak a GYESEV, a BKK, a Tükebusz Pécset
és a T-busz Tatabányán hasonló aktivitásokat fejt ki. Vannak olyan partnereink, akik kommunikációs támogatást nyújtanak, és vannak olyanok, akik például közlekedésbiztonsági vándorplakát kiállítást fogadtak, amelyet ugye a hat szervezettel hoztunk létre. Tavaly Szolnokon és Székesfehérváron mutattuk be, idén az elmúlt héten már Tatabánya főterén láthatták az érdeklődők, és ezen a héten pedig Pécset fogják látni. De a közlekedési kultúrának helye és szerepe van a vízi közlekedésben is. Itt a KTE általános tagozata a közlekedéstechnikai napok szervezésével, a Rádió Segélyhívó Országos Infokommunikációs Egyesület pedig biztonságban a vizeken videófilmjével segíti a hajózási és viharjelzések megismerését. A légiközlekedésben is vannak aktivitások, a Eger térségébe, a Vextron egy repülésért Eger környékén egy tisztelgő repülést végez, a Hungarokontroll pedig egy podcast tesz közzé a repülős biztonság a levegőben címmel. És hát ahogy említettem, a jelentősebb aktivitású részvételi rendezvényeket a biztonság hete szeptember első-második hete környékén fogjuk megtartani, ahhoz csatlakozva a MABIS szervezésében és a Országos Balesetmegelőző Bizottság partnerségével, akkor fog a Szegedi Közlekedési Társaság és a Vasúti Egyesülés ilyen típusú rendezvényt tartani, akkor fog a Magyar Autóklub egy kitelepülést végezni, és hát Szabolcs megyében motorosok műszaki vizsgáját fogják elvégezni a kormányhivatalnál, Somogy megyében pedig a gépjárművek ingyenes átvizsgálását, de partner rendezvényeként ajánlotta a polgárőrség a közlekedésbiztonsági vetélkedőjét. Ugyancsak a vízi régi közlekedés területén a közlekedési hajózási technikum egy kulturált közlekedés vezes józanul programját fogjuk tudni látni, a Dunai vízi közlekedés biztonságát az RSOE részéről, és hát a Hungarokontroll egy hogyan üzemeltesd a drónod biztonságosan rendkívül időszerű kérdéssel fog foglalkozni. És a PharmaFlight felajánlotta szeptemberben, hogy a közlekedés kultúra napja partnerei oda meglátogathatják a központjukat, ahol beülhetünk például egy Boeing repülőpilóta szimulátorba, amin a pilóták maguk is képezik magukat és vizsgáznak, és meglátogathatjuk a repülőteret is. Én azt gondolom, ez is egy nagyon izgalmas, szép program. A NIT Hungary ugye felajánlotta partner rendezvényként, amit egyébként önállóan régóta nagyon magas színvonalon szervez az öt tengelyen biztonságos kézzel, ez a kamion sofőrök országos vetélkedője. A Békés megyei területi szervezetünk a kormányhivatallal, a szépkorúak közlekedésbiztonságának speciális kérdéseivel foglalkozik, a közlekedés Kft. A karbonmentes városi közlekedéssel kíván foglalkozni, és hát megrendezésre kerül, sajnos tavaly elmaradt Magyarország egyik legszínvonalasabb közlekedési konferenciája, a közlekedés fejlesztés Magyarországon, amit a Budapest és Pest megyei mérnöki kamara szervez, szeptemberben erre is várjuk a látogatókat. A közlekedés kultúra napjának híre elterjedt már Európa szerte, ahogy azt hallottuk Sebastian Belsúrtól, az Európai Tudományos Egyesületek platformjától is. Két partner szervezetünk is a közlekedés kultúra napja mintájára aktivitásokat szervez, az egyik a Horvátországi Műszaki Egyetem, aki lefordította a közlekedés kultúra napi üzeneteinket horvát nyelvre, emellett Bitolában, Észak-Macedóniában számtalan közlekedésbiztonsági aktivitást végeznek. És egy új kezdeményezésről szeretnék szintén ünnepélyesen itt beszámolni. Nevezetesen, hogy azt vettük észre, hogy a bélyegeket felváltja az elektronikus hitelesítés, a pénzeket, érméket felváltja a számlapénz, a képeslapokat felváltja az elektronikus levél, és eltűnnek az életünkből ezek a csodák, amelyek egy-egy momentumát, egy-egy motivumát jelenítik meg
a közlekedésnek, a járműveknek, az utaknak, a tereknek. Na most ezt szeretnénk megállítani, és a Magyar Közút Kiskörösi Útügyi Múzeumával és a Bogyiszlói Első Magyar Jelvénymúzeummal elindítjuk a közlekedési jelképtár honlapunkat, ahol képeslapok, bélyegek, érmék lehet majd beküldeni, hogy itt egy helyen lássuk ezt a sok közlekedési csodát, ezt a sok motivumot. Köszönet a partnereinknek, akik önként és saját költségükön a közlekedési kultúra napjának ügyét támogatják, hiszen, mint mondottuk, a biztonságos közlekedéshez, a közlekedési kultúrán, a kultúrált közlekedéshez, pedig a közlekedés szeretetén keresztül tudunk eljutni. Kívánok mindenkinek ezzel kapcsolatban minden kellemes gondolatot, és kívánom, hogy biztonságosan, kultúráltan közlekedjünk a jövőben is. A közlekedés kultúra napja elérhetőségeit, honlapját, Facebook oldalát és Instagram oldalát ajánlom szíves figyelmükbe, ahol valamennyi programunkat részletesen megismerhetik. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönjük Bíró társelnök úrnak az aktivitások részletes ismertetését. Sok újat is hallottunk, illetve az nagyon fontos, mindenkinek felhívom tehát a figyelmét ismétlésképp, hogy ezen a héten is vannak események, később is vannak események, és ősszel is lesznek eseményei ennek a sorozatnak. Reméljük az ősz máshoz, mint azért a mögöttünk levő tavasz volt eddig. A jó idő mindenképpen megérkezett, azt érezzük itt a stúdióban is. Ősszel egyébként szeretnénk a konferencia évadot is újraindítani. Bő egy éves hiányunk van ebben. Online konferenciákat tartunk kényszerűségből, de azt a hangulatot, amit az élő konferenciák jelentenek, ezt szeretnénk ősszel ismét divatba hozni, ha a helyzet ezt megengedi, egyes konferencia rendezőink, hogy túl sok lesz ősszel, bár már itt tartanánk, hogy ez a sokaság a nyakunkra hág. A mai nap előadásainak zárásaképpen a pályázati eredményhirdetés következik. 8 pályázatot írtunk ki, és nincs autentikusabb személy, aki ezt az eredményhirdetést megtartsa, mint dr. Tóth János, főtitkárunk, aki évek óta, most már évek rutinjával ismerteti a végeredményeket. Aki azt gondolná, hogy díjkiosztó is lesz, azt kérem tartózkodjon, mert a díjkiosztót majd akkor egy alkalmas időpontban fogjuk megtartani, amikor arra személyes lehetőség is lesz. Tavaly ez egyébként az Újvárosházán történt, akkor is az eredményhirdetés és a díjkiosztó elvált egymástól. Tehát kérem szépen főtitkár urat, ismertesd az eredményeket. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Közlekedési Kultúra Napja online rendezvényén.
A Közlekedés Tudományi Egyesület a partner szervezetekkel a közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan, tehát ahogy eddig már többször elhangzott, 8 pályázatot hirdetett meg, Közlekedési kultúránk értékei 2021 címmel. Ahogy már korábban miniszterhelyettes úr, illetve kormánybiztos úr jelezte, 2 pályázatnak az eredményének ismertetése megtörtént, én azonban ismétlésként meg fogom tenni ezeknek a kiírásoknak is eredményhirdetését. Nézzük először az év hídja pályázatunk. Az év hídja pályázatot a Hidászokért Egyesülettel közösen hirdette meg a KTE. A bizottság az év hídjának jelöltek közé ebben az évben 10 évhidat választott ki, amelyet internetes szavazásra bocsátott. A szavazáson a legtöbb pontot elért híd kapja meg az év hídja elismerést. Ebben az évben a szolnoki Tiszavirág gyaloghíd nyert. A híd kezelője Szolnok város önkormányzata, tervezője Pálosi Miklós Pontterv ZRT, kivitelezője Közgép ZRT. A nyertes híd kezelője üvegplakettet és oklevelet kap, amelynek átadására a járványügyi veszélyhelyzet megszűnése után ünnepélyes keretek között kerül majd sor. A szavazók között a Hidászokért Egyesület által felajánlott 10 darab hidakról szóló könyvcsomag került kisorsolásra. A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot, a nyereményük postai úton kerül kiküldésre. Gratulálunk a tervezőnek, a kivitelezőnek, az üzemeltetőnek, és köszönjük szépen a szavazatokat. Az év körforgalma címre körforgalmakat egy szakmai munkacsoport választott ki. A munkacsoport a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Közlekedés Tudományi Egyesület képviselőiből állt. A munkacsoport javaslatát az alábbi szempontok figyelembe vételével tette meg. Esztétikus tervezés, közlekedésbiztonság, körforgalom műtárgyat és az úthálózat műtárgyának és az úthálózatnak a harmonizációja, gyalogos és kerékpáros átvezetések kialakítása, gondozottság, valamint a burkolati jelek, burkolatprizmák, gömbsüvegek állapota. Sanda Tamás már említette, ebben az esetben Pápa 83. és 834. számú főutak csomópontjának körforgalma kapta az első díjat. A körforgalom közútkezelője a Magyar Közút Nonprofit ZRT, a körforgalom Középsziget üzemeltetője pedig Pápa város önkormányzata. A győztes körforgalomba emléktábla kerül kihelyezésre, a körforgalom kezelője és üzemeltetője oklevélben részesül, amelynek átadására szintén a járványügyi veszélyhelyzetet követően ünnepélyes keretek között kerül majd sor. Gratulálunk a körforgalom kezelőjének és üzemeltetőjének. A partnerség a Közlekedés Biztonságért Egyesület, a HRSP Magyarország Egyesület, a Közlekedés Tudományi Intézet, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara, továbbá a Közlekedés Tudományi Egyesület közlekedés biztonsági tagozata közreműködésével került meghirdetésre az év Kressz Parkja pályázat. A járványhelyzet kapcsán bevezetett korlátozások miatt a Kressz Parkok üzemeltetői most érthetően kevesebb figyelemmel fordultak egy olyan aktivitás felé, mint ez a pályázat. Ezért a bíráló bizottság úgy határozott, hogy az év Kressz Parkja 2020-21 cím nem kerül idén átadásra. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság, a Közlekedés Tudományi Egyesület közlekedésbiztonsági tagozata és a Magyar Plasztirút Kft. Közös szervezésében került meghirdetésre a közlekedés biztonsági fotópályázat. A pályázat célja fényképeken megjeleníteni a kulturált közlekedést a mindennapi életben. Olyan fényképeket és képekhez tartozó üzeneteket vártunk a pályázatra, amelyek ráirányítják a figyelmet a kulturált közlekedés fontosságára, mozzanataira, a közlekedési élethelyzetekre, tevékenységeket, szituációkat hitelesen ábrázolják a mindennapos közlekedés során. Első díjas Zudor Emese Réka, a kép címe a baleset emléke örökre megmarad, a kép üzenete egy baleset, amely örökre megváltoztatta az életemet. Második díjas Katona Zoltán, a kép címe Nincs több esély. A kép üzenete figyelemfelkeltés a motorosoknak és autósoknak egyaránt. Mindenkit hazavárnak.
harmadik díjas Lackovics László, a kép címe Figyelj. A kép üzenete, hogy a jövő visszanézhessen rád. A zsűri a legjobb legjobb képet oklevéllel és 100 000 forint értékű fotós vagy közlekedésbiztonsági tárgyjutalommal, vásárlási jutalvánnyal díjazza. További két képet pedig oklevéllel jutalmaz, amelyek átadására szintén a járványügyi veszélyhelyzet megszűnése után ünnepélyes keretek között kerül sor. Gratulálunk a díjazottaknak! Közlekedés Tudományi Egyesület közlekedés biztonsági tagozata és a Városi Közlekedés című folyóirat szerkesztő bizottsága együttműködésben a Magyar Mérnöki Kamarával a Közlekedési Kultúra Napja rendezvény sorozat keretében az Év Közlekedési Kiadványa című pályázatot hirdetett. A közlekedés életünk egyik meghatározó eleme, az emberi kultúra egyik legnagyobb vívmánya, műszaki csodája. A közúti, a vasúti, a vízi, valamint a légi közlekedés területén az emberi tényező, a pálya, a jármű műszaki fejlődése, a folyamatok megértése, az eredmények megismertetése, népszerűsítése, küldetése azoknak a közlekedés fejlesztő, szervező, üzemeltető szakembereknek és kiadóknak, akik közlekedési tárgyú nyomtatásban vagy online megjelent szakirodalmi kiadványokat, szakkönyv, ismeretterjesztő anyag, periódika, album, tankönyv készítenek. A pályázati kiírás alapvető célja szakemberek, szerzők, kiadók munkásságának elismerése, tevékenységük, műveik, az általuk bemutatott értékek népszerűsítése. Első helyezett Debrődi Gábor 7 évtized a magyarországi mentés történetéből, amely az Országos Mentőszolgálat gondozásában jelent meg 2017-ben. A kiadvány célja nemzeti mentőintézményünk, az Országos Mentőszolgálat nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos és technikai fejlődésének, különös tekintettel a mentőgépjárművek fejlődésének bemutatása. Második helyezett Rádió M reklám és marketing Kft. Kiadásában jelent meg a 21-es út története 2019-ben, valamint az M25-ös autóút születése 2020-ban. Felelős szerkesztője Kis Gábor Gergő. A 21-es út története című könyv a Heves megyei Hedó Kft. 21-es úton 2013 és 2019 között végzett négynyomosítási munkájának, valamint a 60 Csalgótarjánnal összekötő 21-es út történetét mutatja be. Az M25-ös autóút születése című könyv a 2020. július 20-án átadott M25-ös autóút történetét foglalja össze, a nyomvonal megszületésétől annak megépítéséig az M3-as autópálya és Eger között, valamint bemutatja Heves megye székhelyének történetét és turisztikai nevezetességeit. Harmadik helyezett Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Közlekedés és Technika Történeti Szemle 2020 kiadványa, amely 2020-ban jelent meg, szerkesztők Balog Ebner Márton és dr. Zsigmond Gábor. A kiadvány a trianoni béke 100. évfordulója alkalmából jelent meg, amely esemény döntően átrendezte Magyarország közlekedését. Az első helyezett díszoklevelet és emléktárgyat kap, a második és harmadik helyezett díszoklevélben részesül. A beérkezett pályaművek beküldői valamennyien megkapják a Közlekedési Kultúra Napja 2021 emlékplakettet. Az oklevelek és az emléktárgy átadására szintén a járványügyi veszélyhelyzet megszűnése után ünnepélyes keretek között kerül sor. Külön díj elnevezésű oklevéllel jutalmazott a pályázaton való korábbi sikeres részvétel és a kiadvány online megjelenésének elismeréseként. Volánbusz ZRT az Oktogontól a Népligetig című 2017-ben megjelent kiadványának 2020-as online megjelenése. Továbbá elismerő oklevéllel jutalmazott pályázat Új Média Kft. A munkavédelem alapjai fuvarozó vállalkozóknak 2020-as kiadványa, szerzők Nagy Csaba, Arany Edit, Király Viktória, Miklósné Csondor Magdolna, Szilágyi Katalin, valamint Fuvarjog gyakorlati útmutató fuvarozóknak 2021 kiadványa, ennek szerzői Nagy Csaba, Arany Edit, Király Viktória, Őri András, valamint Szilágyi Katalin. Gratulálunk a díjazottaknak!
A közlekedési kultúra napja rendezvény sorozat keretében a KTE közlekedésbiztonsági tagozata, az Aktív Magyarország, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Magyar Kerékpáros Klub meghirdette az év kerékpárútja című pályázatot, amelyben Magyarország legkedveltebb kerékpárútját keresték. Ahogy ezt kormánybiztos úr már említette, a leadott pályázatok alapján Tiszafüred Porosztó kerékpárút nyerte az év kerékpárútja 2021 díjat. A nyertes kerékpárúton ezt követően táblát avatnak a szervezők, illetve kisfilm is készül az érintett szakaszról. A beküldők között a nyereményjáték szabályzatának megfelelően kisorsolunk egy 50 ezer forint értékű ajándékutalványt a Magyar Közút Nonprofit ZRT felajánlásából, illetve egy e-kerékpáros vezetett túrát egy választott nemzeti parkban az Aktív Magyarország felajánlásából. Gratulálunk a díjazottaknak, és ismételten köszönjük a szavazatokat. A partnerség a Közlekedés Biztonságért Egyesület, a Hungarokontrol ZRT és a Közlekedés Tudományi Egyesület közlekedés biztonsági tagozata az év példaértékű közlekedés biztonsági társadalmi felelősségvállalója 2021 címmel hirdetett pályázatot. A gazdasági társaságoknak, szervezeteknek a társadalmi felelősségvállalás nem csak erkölcsi kérdés, de a stratégiai szinten meg is kell jeleníteniük. Minden olyan gazdasági szereplő, amely tevékenysége során igénybe veszi a közlekedési rendszert, vagy hatást gyakorol arra, különösen érdekelt kell, hogy legyen abban, hogy a közlekedés biztonságos és kultúrált legyen. Természetesen a közlekedés egyben társadalmi kérdés is, ezért olyan szervezetek is érzékenyek lehetnek annak biztonságára, amelyek tevékenysége közvetlenül nem kapcsolódik a közlekedéshez. Célunk az, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében bemutassunk olyan a közlekedés biztonságát, a közlekedési kultúra javítását biztosító jó gyakorlatokat, kezdeményezéseket, amelyek mások figyelmét is felkeltetik, illetve példaként szolgálhatnak más szervezetek számára. Első helyezett Magyar Biztosítók Szövetsége. Második helyezett KÖBE, Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesülete. Harmadik helyezett Budapest Főváros, 11. kerület Újbuda önkormányzata. Az első helyezett díszoklevelet és emléktárgyat kap, a második és harmadik helyezett díszoklevélben részesül. A beérkezett pályaművek beküldői valamennyien megkapják a Közlekedési Kultúra Napja 2021 emléklapját. Az oklevelek és az emléktárgy átadására a járványügyi veszélyhelyzetet követően ünnepélyes keretek között kerül majd sor. A Közlekedési Kultúra Napja rendezvény sorozat keretében az Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért és a Közlekedés Tudományi Egyesület közlekedés biztonsági tagozata második alkalommal hirdette meg az úgynevezett kisművész pályázatot, amelyre idén rajz és videóanyagokat vártunk. A pályázat témája a biztonsági az elsőbség, közlekedj biztonságosan. A pályázat célja alkotó, kreatív módon megjeleníteni a kultúrát, közlekedést a mindennapi életben. Olyan képeket, rajzokat, festményeket, illetve azokhoz tartozó üzeneteket vártunk a pályázatra, amelyek ráirányítják a figyelmet a kultúrát, közlekedés fontosságára, mozzanataira, a közlekedési élethelyzeteket, tevékenységeket, szituációkat hitelesen ábrázolják a mindennapos közlekedés során. Három korcsoportban lehetett jelentkezni a rajzokkal és festményekkel. Első korcsoport általános iskola alsó tagozatos diákjai 1-től 4. osztályig, második csoport a felső tagozatos diákok 5-től 8. osztályig, és a harmadik korcsoport pedig a középiskolások. Videópályázati kategóriában pedig egy korcsoportot adtunk meg, itt általános iskola felső tagozat, illetve középiskolások pályázhattak. Rajzfestmény kategóriában első korcsoportban első helyezett Juhász Péter, 9 éves. Második helyezett Szabó Léna, 7 éves. Harmadik helyezett Tóth Balázs, 10 éves. Második korcsoportban első helyezett Vankó Nóra, 13 éves. Pap Natasa, 12 éves. Rácz Réka, 12 éves. A harmadik korcsoportban első helyezett Agócs Noémi, 15 éves, második helyezett Gál Noémi, 16 éves,
Harmadik helyezett Peresztegi Hanna, 16 éves. Videópályázati kategóriában nyertes... Minden reggel, ha iskolába megyek, felszállok a buszra, nehogy elkéssek. Robog a busz gyorsan, figyelek rendesen, nehogy elfelejtsek leszállni, ha itt az én helyem. Leszállok a buszról, elindulok nyomban, megállok az út előtt, figyelem a lámpát, hogy zöld legyen. Átmegyek az úton, jól körülnézek, balra, jobbra, balra, tekerem a fejem, nehogy valami elüssön engem. Sétálok az úton, beérek a suliba, már megnyugodtam, ideértem nyugiban. Biztonságosan eljutottam a suliba! A díjazás korcsoportonként első helyezett 50 ezer forint értékű ajándékutalványt, második helyezett 30 ezer forint értékű ajándékutalványt, harmadik helyezett 20 ezer forint értékű ajándékutalványt kap. A pályázat értékelése után a nyertesek a díjakat a bírálóbizottság képviselőjétől a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel egyénileg egyeztetett módon és időpontban kapják meg, továbbá valamennyi pályázó megkapja a Közlekedési Kultúra Napja 2021 elektronikus emléklapját. Gratulálunk a díjazottaknak! Ezen a végére is értünk az eredményhirdetésnek. Gratulálunk valamennyi pályázat minden nyertesének, külön köszönjük a szavazatokat a két pályázat esetében, és köszönjük szépen a bíráló bizottságnak, illetve a bírálóknak, kiíróknak a munkát. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Főtitkár úr, köszönjük az eredmények ilyen részletes ismertetését. Bizonyára azok a győztesek, legyenek ők akár komoly tervezőmérnökök, vagy legyenek kisművészek, akár szüleik, örömmel veszik ezt az eredményhirdetést, hiszen azért a pályázók közül nagyon sokan kaptak valamilyen díjazást, elismerést. Végül picit most már könnyebbre fordítunk, az árás felé haladunk. Hangozzon el egy szimfónia, ami azt mondom a klasszikus muzsika egyik slágere, és sláger zene mellett, Dvořák zenéje mellett Czakó Ferenc, homok animációs művész, aki életében először lát ilyet, biztos, hogy meg fog lepődni, de többetszer nézve is egy különleges élményt ad az ő művészete. Közlekedési Kultúra Napja 2021. Kedves nézők, a nyitó rendezvényt látták idén is online, akár csak tavaly, bár nagyon vágyunk vissza a MIPA-ba, erre idén sem volt lehetőség. Házigazdánk, akitől ezt a kitűnő stúdiót kaptuk, a budapesti és Pest megyei kamara helysége. Sok vendégünk volt ma, megnyitott dr. Fónagy János államtitkár úr tartotta, nagyon fontos volt az a bejelentése, ma hangzott el, amire régebb óta készülünk, hogy ennek a napnak legyen egy közép-európai, európai és ha lehet világszintű kiterjesztése. Erre most az elmúlt években már lépések történtek. De több olyan megszólalónk volt, államtitkárok, kormánybiztos, akik aktív Magyarországról, magyarországi új közlekedési stratégiáról beszéltek, Mosóczi László egy nagy ívű előadást tartva, illetve Sanda Tamás is sok olyan útfejlesztést említett, ami mindannyiunknak gyümölcsöző lesz. Német vendégünk Sebastian Belc, az LPTS főtitkára a szociális távolságtartásról, a mértéktartásról beszélt, illetve arról, hogy ez Nyugat-Európában is óriási kérdés, hogy hogyan lehet az újraindítást úgy végrehajtani, hogy abban a fizikai és szellemi, érzelmi harmónia létrejöjjön. Végül ismertettük az aktivitásokat ezen a héten ősszel,
és ismertettük a pályázat, a 8 pályázatnak a végeredményét is. Kérjük, nézzék meg oldalunkat, Facebookunkat, ott követhetők az események, vagy ha olyan ismerősük van, aki ebben tevőlegesen részt vett, több ezer ilyen ember van Magyarország területén, akkor az ő tanácsait kövessék. Köszönetet mondunk olyan támogatóinknak, mint az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, aki évek óta ugye anyagilag is támogat minket ebben a rendezvényben, ez elengedhetetlen, illetve szorosan együttműködünk a KTI-vel és a kamerával. Köszönjük mindannyiuk megjelenését, találkozunk ősszel az eredményhirdetésen, a díjkiosztón és minden rendezvényünkön. A megnyitónak ezennel vége, viszontlátásra!